open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Egy fiatalemberre elképesztő dolog történt, ugyanis 147 ezer forint helyett 147 ezer eurót talált az ő számláján. Egy fordító irodában dolgozik, és a külföldi megbízó, vagy az, aki munkát adott, 147 ezer forint helyett 147 ezer eurót utalt az ő számlájára. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy közel, ugye hát egy 40-45 millió forint érkezett. Aha. A 145 ezer euró. Igen. Az nem rossz. Az nem rossz. Igen, az 40-45 millió forintnak megfelelő összeg érkezett be egyszer csak a számlájára. Hát megvan. Mi van meg? Kormány közeli fordító volt, és ez volt a sikerdíja. Ő fordította le, hogy same in English. Ő nem tudott erről, és neki 147 ezer forintot kellett volna kapnia. Aha, sehet. Na, játszunk el a gondolattal, tessék. Uh-huh. Egy picit csak, úgy éljük bele magunkat a szituációban. Hát akkor forint, font, az már jobban jártam volna, mint az euróval. Nem lennél csalódott, te megkapod a fizetésedet, 3 napig ahhoz sem mersz hozzányúlni, megvárod, hogy nem csörög neki, annyira biztos. Tehát én most azon kicsit bátrabb emberekhez szólok, akik azért úgy tényleg elmennek játszani a gondolattal. Nem, te még nem kapod meg a gázszámládat, már befizeted. Úgyhogy hogy blöffre nem tudod, de már beállsz a postára, hogy mire a sor elejére érsz, addigra megkapod a gázszámládat. Én megnézem, kitől jött az utalás, és küldök nekik egy SMS, hogy de biztos. De ez nekem? Minden hónapban kapom én is az SMS-t a könyvelőmtől, hogy ez biztos az enyém? Kérdezi Jani. Mondom a könyvelőnek, igen, erősítnek, hogy ez az övé, elköltetik. De tételezzük fel a következőt, mondjuk. Megérkezik az SMS a te bankszámládra, vagy a telefonodra, hogy egy teljesen ismeretlen külföldi bankszámlától, banktól egyszer csak megjött hozzád mondjuk 100 ezer euró. Hm. 30 millió forint. És az egyenleged volt eddig, mit tudom én, 110 ezer, most pedig 30 millió 110 ezer az egyenleged. Na, mi van ilyen? Én azért itt volna elkezdtek örülni, hogy ez valami, mit tudom én, valami távoli rokon meghalt, és most utalt, és majd úgy, de jól hangzik. Azért mondom, hogy külföldi, egy kicsit jobban bele tudjuk magunkat élni, ha magyar, akkor azért az nagyon gyorsan megvan. De mondjuk egy ilyen német cég egyszer csak beutal neked. És nem biztos, hogy észreveszi, mert ugye a könyvelési tételekben ott vagy 100 ezer euró, 100 ezer euró, és elutal mondjuk egy nap 25 dolgot, és a közötte ott vagy egy elütéssel, és egy mondjuk egy magyar fordító iroda helyett egy OTP-s bankszámla számra megérkezik Rákóczi Ferencnek 100 ezer euró. Azonnal elkölthető élményt és vissza nem vehető élményt vásárolnék belőle. Mi mert van? Ha veszel egy autót, érted? Mi? Ha veszel egy autót, akkor azt ugye vissza kell, tehát azt el kell adni, vissza kell utalni, nyilván vissza kell egyébként is utalni. Tehát olyan dolgot kell belőle csinálni, ami személyes élményé válik, és már nem lehet elvenni. Tehát a jó napot kívánok, van-e olyan világ körüli útjuk, ami most indul? De most délután. Aha, akkor tehát arra. Reálisnak tartod azt, hogy megjön 30 millió forint a számládra, és aznap bekocogsz. Ez nem elég nagy összeg ahhoz, hogy eltűnjen. De jó, de hát egy hónapos utat megcsinálsz, addig nem érnek utol, érted, egy ilyen világ körüli utat, most van ilyen repülőgépes út, hogy fölülsz, és akkor mész szépe körbe a világba, egy röpcsivel, leszállnak Párizsba, kicsit szép nézel. Csak az baj, nem jutsz messzire. Tehát, hogy érted, felszállsz a repülőgépet, és nyitom, hogy Bécsnél már körözés. Tehát te bemennél utazási irodába. Szerintem azonnal egy ilyen. És becsengetnél, és nem gondolnál arra, hogy utána a havi 30 ezeresével az unokáid is visszafizeti majd 100 évig azt a 30 millió forintot? Hát figyelj, az már az enyém. Hát most én nem kérdeztem, hogy ki küldi, ott van a számlámon. Hát most nem? Ez egy érdekes kérdés. Én nem mernék hozzányúlni szerintem. Nem mernék hozzányúlni. Egy ideig legalábbis. Mi van, nem jelentkezik senki? Mikor van az eddig nem jelent. Két hónap is nem történik semmi. Te érdekes, ez jó a kérdés. Bankot megkérdezed? Én nem. De hogy kérdezem, mert keresenek ők? De, hogy én nem vettem észre. Igen. De hogy így óvatosban a te saját bankodat nem hívott föl, hogy
Hogy hát így, hogy érti, mire, hogy hát, veletek mi a helyzet? De még fölhívod az OTP-be az ügykezelőt, hogy adok vissza 1 millió, csak ezt most rejtsd el ezt a tételt? Hát, vagy kinek osztasz vissza? Hát, hogy tudnak-e róla egyáltalán? Ja, hogy a bankodnál egy kicsit lenyomozod. Így, de jóvatosban, kamuban kezdesz el beszélgetni nyilván róla. Hozzátok, hogy nem szeretek oda, vagy... Ugye? De hogy miért? Hát, csak kérdezem, hogy... De tudod, mert ilyenkor félsz, hogy kiugratod a nyolod. Ja, de tényleg, basszus, rosszul utalt. Nem, mert abban bízott, hogy oké, így is szeretnéd, és kiderítem, de úgy, mert nem is szeretnéd, hogy visszavegyék. Ki az, aki engem kötelezhet a visszautalásra? Hát, a bank azt mondja, hogy kötelező vissza, azt mondom nem. Ő azt mondja igen, én azt mondom nem. Ő azt mondja de. Én azt mondom, nem, akkor mi történik? Hát én ott hagynálok beleteket, én zárnak. Tehát nem bírnám mindenkire. Nem. Kötelezhet a bank engem arra, hogy visszautaljam persze, azonnal? Persze. És de bank nem hatóság. De mehet bíróságra aztán. Ezt nyilván vissza kell fizetni, ezt én is tudom, csak játszom, hogy meddig tudom ezt húzni. Tehát elkölthetem úgy, hogy utána 30 ezresével majd életem végig. Jó, de hogy nem érdekel, hogy egyszer volt egy jó estén. Bocsánat, halló, de nem a te hibád, hogy kaptál 30 millát. Nem hallom, sajnos. Nem. Mis hall? Jó napot kívánok, Vadó János Gergő, az OTP-től vagyok. Halló, kicsoda? De rossz ez a valaha. Ez nem az ő telefonja. Katika, te vagy az? Miért? Az anyád a szórakozzá, oda még a kutcsakban uglak, hogy a holdig repült. Nem. Még egyszer mondom, Vadó János keresjük. Ettől és ettől a fióktól. Én mondjuk elköltöm. Az jó, de az a védekezés az jó, hogy ők hibáztak. Kell nekem tudnom, hogy mennyi van a számlám? Elvileg nem kötelező tudnom. Igen, még mindig tudok nyilván levenni. Tudom, hogy nem az én. Még mindig jön. Mi történt? Ez egy érdekes dolog. De felhívjuk mindjárt ezt a fiatalembert, aki visszaadta egyébként nagyon helyesen azt a 45 millió forintot. De azért, hogy megremegsz, nem? Már a pszichiátriáról. Tessék? A fiatalember. Igen, kérdés, hogy tudatosítod-e magadban, azonnal téves vagy, úgy azért picit eljátszol a gondolat, mi van, ha nem veszik észre? Mi van, ha egy tétel volt a 100 közül? És ott marad igen. Ez a 45 millió. Aha, sehol nem. Se veszi. Hát miért most egy nagy milliárdos forgalmú cég, hát nem. Apró a 45. Igen. Állítólag ebben az esetben, ezt majd Tamás mindjárt elmondja, nem vették észre a hibát, ő szólt. Ő szól. Nem, hát ebbe azért érzek egy pici balegséget. Egy idő után kiderül, figyelj, a főkönyv a végén, érted, a havi áfa bevallás van, azt nézegetjük, hogy hova mentek a pénzek, nem? Hát meg most, hogy érted, erősödik a forint, én biztos visszaváltottam volna forintra, utána pedig vissza euró, érted, hát a fókra. Ha azt a pénzt, ami bejön, 30 millió, én mondjuk veszek belőle Apple részvényt. Az Apple részvény felmegy mondjuk 10%-ot, mert mondjuk 90 volt most, de már lassan 100-on van. Én keresek azon 10%-ot. Egy hét alatt. A 10%-ot megkeresem 3 millió forintot, gyorsan megforgatom, azt mondom, mert nem tudtam kinek a pénzt, hogy gyorsan bevásároltam. Enyém a 3 millió? Miért? Igen, mert csak azt én forgattam meg. Apple szerzett jószág, Apple vész. Apple szerzett jószág, Apple vész. Na csak mondom most tényleg, mondjuk az ember tőzsdizik és látja az amerikai részvényeket. Hát menjél be a kokaszinózni. Vagy beveszek mondjuk GoPro-t, ami 8 dolláron van, és fölmegy 11 dollárra. Keresek rajta 30 százalékot. Menjen már vissza az a rohadt GoPro. Keresek rajta 30%-ot. Aha, a 30 millióból csinálok gyorsan plusz 10 milliót. Enyém a plusz 10 millió? Tiéd, hát senkinek semmi köze hozzá. Ez a te számlád. Ha a pénzt egy hétig ott tudod tartani, és elkap, vagy kaszinóba megforgatod, megduplázod. Az meleg. Az melyek. Tegyük fel a pirosra. Azért a részvényben talán van némi tudatosság, hogy pont a GoPro azért az most nem annyira jó. De mondjuk nézzünk valamilyen más papírt, teljesen mindegy. Bemész földobot. Veszel, tessék. Tök mindegy. És akkor én keresek rajta, az már az enyém, azt megtartatom. Elviekben igen. Hát mit csinálok, akkor húzom az időt a visszaadással, és megforgatom. Így van, egy hónapig szerintem el tudsz levelezgetni, a külföldi a cég, és nekik nyilván magyar nyelvű levele. Onnan kezdett, hogy magyar nyelvű levelet írt direkt. Nem veszed át az ajánlottat hetekig, az visszamegy meg. Tehát nagyon hosszú ideig tudsz azért ezen szívózni, mire egy év után te visszaadod. De hát igazából nem tudtad megcsinálni. Nem tudtad elő visszaadni. Na, itt van velünk Tamás. Hello Tamás, jó reggel, ciao. Szervusztok. Mesélj egy kicsit a lélektanáról. Nyilván tudjuk, hogy vissza kell fizetni. Szerintem, ha most nem hűlünk, akkor az tényleg nagyon utána kell lenni, hogy az ember azonnal elköltse. De nyilván eljátszunk a gondolattal, mégiscsak humorizálunk. Megkérem meg az ember, amikor egyszer csak 147 ezer forint helyett megérkezik a számlájára 147 ezer euró? Legyünk őszintén, tehát azért melyikünknek nem jut eszébe most rögtön egy piros Ferrari, vagy valamihez hasonló. A német ügyfélnek nem tűnt föl lesz, hogy 45 millió forint
hiányzik. Ugye azért becsületes emberek lévén, meg mi nem az a fordítóiroda vagyunk, amelyik lenyeli az ügyfelek pénzét. Ez egy erkölcsi neveltetés kérdése is, hogy ki hogyan áll hozzá. Figyelj, az hogy nem vett észre a német cég? Tehát kvázi ti szóltatok, hogy haló túl számláztatok? Nem is vették észre tényleg? Így van, nagyon tök lazán kezelték. Én írtam a kinti cégvezetőnek, és ő meg visszaírt, hogy miután felajánlottam, hogy akkor ugye visszautalhatjuk, megengedik, hogy visszautaljuk a pénzt. Annyit írt így laza németséggel, hogy should be okay, tehát rendben van, persze, kb. Így. Semmi sietség. És akkor még nem beszéltünk a visszautalás költségéről, ami egy hatszámjegyű összeg, egy egyhavi fizetés, mondjuk így. Azt ki fizeti ilyenkor? Ők átvállalják? Hát jelen esetben átvállalták, ezt azért közöltük, hogy könyvelővel egyeztetve, akkor ez így ment. Hát szóval, ez túl becsületes, ez nem is tetszik annyira. Igen, ez egy kis zsivánság lenne. Legalább egy Donald Drago, érted? Egy csomag Mentos, valami lenne ebbe a sztoriét. Az nem jutott eszedbe, hogy fölhívod a főnököt, és azt mondja, hogy nézze, itt van nálam 45 millió forint, 5 ér, visszaadom. Nincs cirkusz, de hagyjuk az egészet. Ötöcske marad, 140-ecske visszamegy. Csokolak. Vagy pedig levelezgethetünk itt kicsit. Szorakozhatunk magyarul. Ugye érti? Szorakozgathatunk itt még kicsikét. Magának fog hiányozni a pénz, mert nálam van. Be tudjuk zárni az irodát, be tudjuk buktatni a céget, és tudunk csinálni gyorsan egy másik céget. Istenem, miért nem vagyunk mi ott? Van, de őszintén, hogy soha nem volt akkora csönd a fordító irodában, mint aznap, amikor visszautaltátok a pénzt. Mindenki a munkájába remetkezett. Nyomd meg az Enter, nyomd meg te! Igen. Egy óra mindenki fontos. Egyszerre robbant ki, hogy hát te mondtad, hogy utaljuk vissza, te hülyeg! Van egy isteni körforgás, az a helyzet, hogy én hiszek ebbe is. Na jó van, Tamás, hogyha megyünk, mert ez már túl szép. Igen, ez nekünk, ami romlott, zűlött lelkünknek, ez már túl ugye? Szép. Ez az egész történet túl szép. Megimítálsz minket a vidám vasárnapra. Mi lesz? Nem sokára? Igen, vasárnap találkozunk az ATV-n. Fog jönni egy fekete autó, egyébként erre gondoltam, hogy másnap megjelenik, és akkor kiszáll belőle valaki, és akkor egyszer még kérünk magától valamit, pedig árajasztás alapon. Igen. De ezt nem vártam meg, úgyhogy... Helyes, jól cselekedtél, Tamás. De jó, a vége jó. Az úr meghálálja ezt. Tamás, köszi, ciao. Köszöntöm. Ciao, hello, Novák Tamással beszélgettünk, hello. Jó ember vagy. Egyébként tényleg nyilván meg hát az ember, én azt gondolom, hogy azért ezt tenni. Na, drága hallgatók, tessék, valljatok nekünk. Írjátok meg, hogy volt-e olyan, hát ha találunk egy-két hallgatót tényleg, aki kapott úgy pénzt, hogy azt úgy finoman eltette. Igen. Nem vallotta be, többet utalt a főnök, nem vette észre, rossz helyre ment egy fizú, és ő azt egy ideig furdalta a lelkiismeret, de nem adta vissza, lenyelte. Nyilván nem ilyen horderei összegekről beszélünk, 100 ezer, 200 ezer, 50 ezer, 300 ezer forintos összegekre gondolunk. Amikor is valaki valahol félrenyomott egy entert, egy ideig ti néztétek a számlátokat, néztétek, majd azt mondtátok, hogy ez jár, és elraktátok. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok, Éva vagyok. Hello. Éva, na, szia. Könnyíts a lelkiismereteden, mit csináltál? Hát, az az igazság, hogy én 2 éven keresztül havi 25 ezer forintot kaptam, még a diplomázásom után ösztönvékén. De hogy? Hát nem tudom, gondolom benne maradtam a rendszerben, és az elején nagyon örültem neki. Aztán ugye ott volt a lelkiismeret fúderes, hogy hát mi lesz, hogy lesz, de aztán nem szóltak, én hallgattam, úgyhogy szépen elkezdtem. Tehát 2 év alatt az több mint 500 ezer forint, tehát azért az egy szép összeg. Igen, tudom. És részletekben költötted el, vagy egy ideig nem mertél hozzányúlni? Nem nyúltam hozzá, ott maradt, aztán... kivettem a pénzt, és akkor megszüntettem a bankszámlát, miután már nem kaptam pénzt. De jó! Igen, elköltöztél, eldobtad a lakcímkártyádat, és kimentél az erdőbe lakni. És amikor először költöttél belőle, rossz érzés volt, vagy inkább jó? Hát úgy jó. Jó. Mm-hmm. Persze. És nem is féltél attól, hogy egyszer csak valaki megjelenik és visszakéri? De féltem tőle. De aztán ez így elmúlt. És most már el is évült, ugye? Régen volt. Régen. Igen, ennek már 5 éve, úgyhogy nyugodtan megkérhetek róla. De bátor. Köszi, Éva, hogy elmondtad. Ciao. Én is köszönöm. Szia, hello. Egyszer 23 ezer forint adóvisszatérítés helyett 230 ezer forintot kaptam. Lenyelte. Hát az adóból, hát még jó, hogy...
Igen. Az, hogy ne legyen kérdés. Nekem egyszer duplán utaltak fizetés, körülbelül 10 éve nem szóltam én sem, ők sem, kérték számon, úgyhogy 2 hónap várakozás után levettem a számláról, és megcsináltattam belőle a jogsimat. Norbi küldte nekünk. Itt is azért mindenhol van egy kis várakozás, amíg nem mersz hozzányúlni, nem? Megnézed, hogy jön-e valaki. Számon kérje valaki. Norbi is várt egy kicsit. Igazán becsületes az azonnal szól, mert ugye ez egy félbecsületesség, hogy azt mondod, ha ők észreveszik és szólnak igen. neked, akkor majd lépsz. Igen. Az ugye? Igazán becsületes az, az szól. Azonnal szól. Szó, de ez nem bűnözés még, hogy nem szólsz. Hogy de, ez tulajdonképpen az. Az. De, hát tulajdonképpen de, persze jogtanul veszedte valaki ezt a példát bűnözésre, nem tudja a bűnözés. Nem, de, ott van a számlán. Föl, ott van a számlán, de nem szólok annak, aki átutal. Az még nem bizonyítható, hogy az nem lehet bizonyítani, hogy direkt nem szólt, ha nem vetted észre. Nem kötelességed észre. Egy 45 emmet. Igen, meg ha az APEH utal, akkor azért már gyalakodnod kellene. APEH, te hol élsz? APEH, Jézusom, te komcsi. Mi van akkor a 40 milliós NAV inkasszóban a számlán, és egyből leemelik? Ez egy jó kérdés. Hát akkor szólsz a németnek, hogy várj egy picit. Menj abban, látod azt a nagy szép házat, azt tőlük kér vissza. Az meleg pite. Igen, egyébként jó, jó a felvetés, hogyha van egy inkasszó. Tőlük nem kapsz vissza sohasem. Az biztos, az biztos. Online beléptem a bankfiókomba, és 9.190.000 forint volt a számlámom. Nagyon örültem, aztán rájöttem, hogy a demo internet bankba léptem be. ha a 367.000 forintos havi fizetésem helyett 3.670.000 forintot kaptam, nem szóltam, nem derült ki. Ne hívjatok. Érted, hallgató. Azért az is szép, pont a tízszeresét kapott. Egy éves érzését, igen. Diákmunka címen utaltak 5000-et, betudtam annak, hogy 1983-ban a nemzetközi építőtáborban az NDK-ban keveset fizettek. Jó, mondjuk nem robbantottál, igen, nem robbantottál bankot vele, de... Igen. Karácsonyra rendeltünk egy gyerekjátékot online játékboltból, nem küldték, ezért a feleségem felhívta őket, hogy mi van, másnap meg is ott a csomag, viszont december 23-án jött még egy csomag, valószínűleg elkevertek valamit, egy 35.000 forintos Filippóni volt. A visszaadás szóba került, de inkább odaadtuk a fiúnak karácsonyra. Ez a visszaadás, ez hogy kerülhetett szóba? Visszaadjuk? Nem. Becsomagoljuk is oda, a gyereknek. Igen. Vissza, nem. Ez egy gyors megbeszélés lehetett egyébként. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Sziasztok, Zsolti vagyok. Hello Zsolti, mennyit nyúltál? Én konkrétan 3 havi fizetésemet, de úgy, hogy az előző cégemnél ugye fölmondtam, a következő céghez elmentem, ott dolgoztam 2 hetet, egyszer jött a bankszámlára a lóvé. Hát mondom, a főnökömet felhívom, már kicsit sok jött, de mondta, hogy ők még nem is utaltak. Nem jó, van, bebalaktam a bankba, megnézem, hát ez az előző cégtől van. Na jó, akkor ezt úgy szépen elsúnyogjuk, gondoltam én, de következő hónapban is jött, a 3. hónapban is jött. Nem mondott kommentet, az előző céget 3 havit egymás után? 3 hónapig, és azóta se kerestek, pedig ez már több mint 6 éve volt. És 3 hónap után, amikor leállt a pénz, nem mentél reklamálni a gyerekek? Ho-ho-ho. Csak 3 hónapig utaltok a kilépésem után. A pénznek se a gyerekek. Hosszú hétvége van, utaljatok már. És mi lett a vége? Semmi igazából, lenyeltem a lóvét, abból megcsináltattam ezt, azt ennyi. Nem is féltél, hogy áttörnek egyszer csak, hogy visszakérik? Vagy nem volt egy kicsi lelkiismeret furdalás? Igazából a 2. hónap után már nem volt, mert jöd. Aha. Nem kereste senki. Jó, mit kiabáljon az ember, persze, nem? Persze, annyira jó munkaerő voltál, úgy gondoltak egy utolsó, hogy alul fizetett voltál. Igen, kis nagyságrendileg mekkora összeg volt? Nem kell pontosan, nem akarod, csak kérdezem, hogy 100 000 nagyságrendileg. 130.000 forintról jó, volt az. Havonta. Hát azért az 3 hónap alatt azért az majdnem 500 000. Igen. Ha nekik nem hiányzott, érted? Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Megtanulta a táborban, hogy a hangya védett állat. Ne szórakozz már, hogyha mondjuk lecsapok egy hangyát, annak az eszmei értéke mennyi, 100 forint? Na most erre utána néztem, és kiderült, hogy egyébként van egy jogharmonizációs az EU-s folyamatok miatt, valóban egy ideje a hangya, a hangyaboly és a sima házi veréb is védett állatnak számít, vagyis te 50.000 forintra megbüntethető vagy, ha elkezdesz hangyát írtani. Hangyát írtani, se a bolyhoz elvileg nem nyúlhatsz hozzá, se a hangyát nem bánthatod.
tartod, mert hogy hát védett állatnak számít. És még a boj is. De csak 10 000 darabtól. A fészeképítő hangyafajok bolyai és védettek. Hát, az ökológiai folyamatoknak betöltött, fontos és nélkülözhetetlen minősített szerepük miatt egyébként. Én kerülgetem a bolyt mindig a fűnyíróval. Tényleg. Hogy persze, tehát én próbálom meg nem kiirtani őket, de hát néha azért okoznak kellemetlen pillanatokat. Hát amikor nem vannak a spájzben, meg a konyhában randalíroznak, és mosogatod a cumisüveget, és a hangya rád röhög, és éppen eszi még a maradék tápszert a cumisüvegből, az több, mint kellemetlen pillanat. Tehát akkor így finoman egy ilyen konyharuhához, sincs egy halkimát elmorolva. És akkor most mi lesz majd? Benni szól? És rám szólt, hogy ne tegyem, mert ő ezt megtanulta. Bezöldült a gyerek. Bezöldült nagyon, az összientológusok kimosták a hagyát. Hát mosták a gyerek agyát, ami nem baj, de mi most a gonosz szülők egyébként írtjuk a hangyát, ahelyett, hogy megkérnénk őket, hogy fáradjanak ki az ajtón. Kérdezem én, te mint szülő, egyébként ilyenkor mit csinálsz? Szembe mész a táborban tanultakkal, és azt mondod, Beni, néz balra és fogba fújod, és ugyanúgy fújod a hangyaírtót, vagy négykézlábra ereszkedve megpróbálsz vidáman elbeszélgetni az egyébként vidáman arcodba rögő hangyával, vagy legyen szíves kifáradni. Én az utóbbit én hagynám a hangyákat békén. Hagyjál meg. Szóval, hogy mi történik? És áll nagy szemekkel, hogy nem merjünk az ő kis hangyabarátaihoz hozzányúlni. Hogy írtott ki akkor? Nagyon. Én mondanám, na ide figyelj, most megtudod, mi az élet, az a sok hülye zöld. Tudom, hogy honnan jönnek. Tudom, hogy hol jönnek be. Gyilkod le őket. Kézzed, hogy úgy tudom, látom, hogy ki hordja őket oda. Tudom, hogy melyik szomszéd után. Konkrétan látom a bejövetelt. És tudod, mi van? Van bennük egy ilyen flagma nem törődömség. Mert tudják, hogy védett. Van bennük egy ilyen... Nyilván van, és ezt az arckifejezésükből olvasod? Nem, igen. A várrándításunkból. Tehát én ott állok a fejük fölött, és ugye százat is megsemmisíthetnél egy lépéssel, és ők így rád néznek, és egy ilyen flagmán, kicsit hanyagul, mennek a társuk után, fölnéznek rád. Felnézek rá, és azt olvasod az arcuk, hogy csicska. Igen, körülbelül ezt láttam. Gyökér, mi van, hagyd el minket dolgozni. És vonulnak be a spejzbe, hozzák ki a kis cuccot, hordanak el minden, semmiféle barátkozási szándék, a tárgyalás megkezdésére utaló magatartás, ne, semmi nincs bennük. Ne, a lekvárját, ne! Csak mondom neked, hogy nekünk a konyhaszekrényen ki van rakva egy ilyen tálca, mit tudom, egy üveg, vastag ilyen üvegbefőtés, vagy nem tudom miben, egy tálca ilyen édesítőszer, meg egy tálca kakaó. És elkezdték nagyon durván elhordani. És amikor te azt érzed, hogy a magántulajdonodat hordják ki úgy a lakásból, hogy meg sem kérdeznek erről, az háborúért ilyen. Én azt nem tudom, hogy hogy veszik észre, hogy nem vagy otthon. Tehát ezt nekem magyarázza majd valaki, hogy honnan jönnek rá, hogy egy hétig ott nincs mozgás, be lehet, az a kakaó az egyébként 3 éve kint van a pulton, már nem az, de hogy hasonló. Hát abból, hogy a vízőrolvasóval napozik Viki. Látják, hogy a gázos, a vízőrolvas és a kertész vidáman ugrál a medencébe. Persze. Hatalmas seggeseket ugrál. A postás a vízőrolvasó és a kémény seprő. Mesztelenül fürdőzik a kertben. Magát nem ismerem, én kopogtatom cédulákat gyűjtök. Hangyák azt néznek és összecsuknak, nézd, megint messzeren a vízóra olvas. Akkor mehetünk, a baliek nincsenek ott. Honnan jön rá? Látja, hogy nincs mozgás? Persze, lehet menni? Kinéz így a sarok mögül. Kinéz a bolyból és azt mondja, gyertek srácok, elmentek. Annak a kakaónak az illata ott van egy év. Nem érdekes, hogy milyen okosak egyébként? Igen. És mikor visszajöttünk, akkor lepték el a házat. Okosak? Intelligensek? Okosak. Hallja, pontosabban nem hallja, hogy döngöl a Lady Gaga. Náluk az nagy, persze. Miért nem azt mondtad, hogy gyakorol DJ-t? Nem azt mondtad, hogy bömböl a Tiesto. Mert Tiesto, hagyjam, ez túl igényes. Bömböl a Lady Gaga. Így van, az Alejandro. 30-szor egymás után. Nyilván. Okos kis állatok, de tényleg mire megyek legközelebb haza? Hogy két sárga rigó ül a kanapémon, érted? És vidám a tényleg, és tévéznek? Érted? Két sűn meg egy vadászgörény beszélget a napaimban. Igen. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Dévényi Tibor kiakadt, 10 millió DJ országa leszünk, ezt mondja magáról. A DJ szakma veteránja, Dévényi Tibor nem nézi jó szemmel az újoncokat, sőt, egyszerűen kontároknak tartja őket. Szerinte hamarosan 10 millió DJ országa leszünk. Kicsit túlpörögte azért.
Hát ugye kezdjük ott, hogy neki van erre jogalapja, hiszen remekül keveri össze zenéket. Ha nem megy, akkor átbeszéli a kettő között. Én nagyon szeretem, én láttam már őt együtt dolgozni, és akkor ő így szokta csinálni, hogy ha véletlenül nincs ideje keverni, mert pöttyös labdát dob, akkor átdumálja a két zene közötti lukat. Ja, akkor dumálás persze, van. Persze. De most mivel van baja azzal, hogy kijönnek a valóságsokból, meg különböző sorozatokból emberkék, leginkább csajok egyébként, ledobják a felsőt, és viszonylag naturális módon elkezdenek zenéket keverni? Hát igen, hogy tehát a DJ-k lesznek. De jobb, mint ő. De ezzel nem tudunk vitatkozni. De én nem tudom ezt egyébként megítélni, hogy mit tudom, Niki Bellucci egyébként, aki egy raktapasszal, vagy sebtapasszal, vagy hintőporral, vagy mivel a mellén? Ő egy csinálja ezt egy ilyen hintőporos hát raktapasszal? Igen, valamikor. Volt két ilyen kis szikszalag darabbal, vagy én nem tudom. De egyébként tök jól néz ki. Így tehát van. Egy ilyen pasi szigetel is. Ez egy szakma. Nem menj annyira Dubajba. Vizsga például, vagy hát valamilyen vizsga, mert régen akkor lehettél DJ, ha levizsgáztál belőle. Most már akkor nem is kell vizsgáznod, csak odaállsz, azt mondod, hogy te értesz hozzá, és csinálhatod. Uh-huh. Tehát legalább régen volt egy ilyen szakmai kihívása a dolognak, hogy le kellett vizsgázni. Most pedig odaállsz, össze tudsz keverni két dalt, vagy egy program összekeveri helyetted, nem tudom, és akkor te már DJ-nek mondod magad. De hát a Tibi bácsi meg az Araton meg a Dévény is kezdte valamikor. És akkor is biztos voltak nagy öregek, akik azt Tibi mondták. Bácsi meg a Dévény? Ja, tényleg ugyanaz. Tibi bácsi, a Dévény, a három kívánság műsorvezetője, a pontos labdás öreg. Igen, a pontos labdás nagyon helyes idős ember. Szóval, hogy ezek a nagy öregek is kezdték valamikor valahol, és akkor is biztos voltak olyan, akik azt mondták, hogy jönnek ezek a nyikhajok aztán. Nézd, ha most megértem Tibi bácsit, engem azért nem zavar, mert nem vagyok DJ. Tehát ha most jönnének félmeztelen műsorvezetők, akik úgy aratnának, hogy mit tudom én, való világot vezetnek úgy, hogy egy sebtapasz van a mellükön, és mindenki őket sztárolná, lehet, hogy mi is felemelnénk a hangunkat, hogy ne legyen már bárkiből műsorvezető. Megkérdezzük Tibi bácsit, hogy mi a baj ezzel. Jó, hát itt is van. Itt vagyok. Tibi bácsi, jó reggelt kívánunk. Most hello. Ébredtem, hát itt vagyok Lánkán az EFOTON, és hát nagyon nagy buli volt éjjel. 4 óra, 5 óra volt, mire ágyba kerültem, de nagyon szívesen hallgatom a magyar FBI-t. Ugye úgy vezeteket Feri, Balázs, Janit, FBI-t. Na, hát gyerekek, hát itt nekem félreértés van. Itt most azért háborodtam fel, mert tényleg ma, amikor valaki valamilyen ismerti tevő műsorban, hogy ilyen jó fogalmazzam, tehát valóságsó, plémétek, egy szappanopera, valami módon kiesnek, mert vagy nem kellenek, vagy nem tehetségesek. Minden második, mi leszel? Díszgyoké. Most marha jó dolog ez, mert azért nem magamért, mert engem már nem érdekel, 67 éves leszek, ahova hívtak eddig, oda hívnak, ahova hívnak és szeretnek, megyek. Itt is most úgy érzem az EFOTON-zákán, hogy tényleg nagyon szeretnek a srácok, a lányok engem. Jó, de ha nem magadért izgulsz, akkor kiért izgulsz? A azokért izgulok, mert valóban hallottam is a fölvezetőt, hogy voltak olyanok, akik vizsgát tettek. Tehát volt, aki már évtizedek óta gyűjti a zenét, mindenre van cuccot vásárolt, együtt dolgozott, minden ezért a szakmáért, most azok abszolút nem tudnak labdába rugni. Tehát ma vagy azok, akiknek abszolút nincs levük, mindegy pár ezer forintért kevergetik a lemet, vagy a menők, akik mondjuk behozzák a közönséget. Hát ha megfigyelitek például Sterbicki Bárány, nincsen pesti klubjuk, hát miért legyen pesti klubjuk, mert akárki zenélhet nyugodtan, akkor is teltházan. A fiam az egyik legnagyobb ilyen szórakozóhely, pesti szórakozóhely programigazgató, és mindig kérdezem, hogy miért nem hívsz valami neves DJ-t, az apa, tök mindegy, hogy kizenél, a helyre jönnek. És miért nem hívsz már meg engem, kisfiam, egyszer, ha úgy segperuglak te, ha átjössz hozzánk vasárnap még egyszer. Nem olyan könnyű. Éjszaka ki kell állni a közönség elé. Hangulatot kell teremteni. Tehát ez egy óriási szakma. Azért én egyszer az Antal Imrével ültem, amikor kezdődött az új televíziózás a aulába, és egy olyan műsorvezető volt a tévében valamik adón, amit az ember szégyelte magát oda nézni. És akkor Ibrus rám nézett, és megszólalt, törög most jövök rá, hogy ez egy szakma, és ebben itt teljesen igazad volt. Ez jól hozod. Ez egy szakma, szóval én ezért, tehát én ezek a sok voltál közé... Voltál már olyan klubban, ahol egy csajnépet föl belehallgatni szakmai? Voltam, belehallgattam, hát nagyon jó, megtanulják,
még ezt a keverés is megtanulják, de nekem például a DJ fogalommal is bajom van, mert hogy mondjam, ez egy rossz megfogalmazás, a DJ az egy rádiós műfaj, 1950-es évek elején Amerikában találták ki, amikor egy műsorvezetőnek az volt a feladata, az akkor megjelent jó rock and roll lemezt el kell adni. Föltett, és egész délelőtt arról beszélt, most itt van ez, ezt hallgassátok, és lejátszott a 30-on. Tehát szerintem, aki nem beszél, az nem diszjoki. A David Guetta remek, mondjuk rá, hogy muzsikus, mert már megjelent 5 nagy lemeze, nem gondolom, ez a zenészek, mert kikérik magukat, de mondjuk muzsikus, vagy Technic Music Man-nek hívjuk őt, mert a diszjokének beszélni kell, érted? Hát miket mondasz te? Hát te nézd oda, én nekem könnyű a helyzetem, mert én főleg olyan zenekaroktól játszom, amiket én élőben is konferáltam. Miket játszol egyébként? Hát a Body M-től egészen a Hedövéig mindenki, az Oszi Biszlát, ezeket ugye én élőben is konferálhattam a kis stadionban, vagy felléptek nálam a három kívánsággal, ehhez tudok valami személyes kapcsolatot mondani, de a hangulatot kell kitalálni, amikor ott állsz a színpadon. Tehát, a Hedövéi már felépett a három kívánságba is? Hedövéi nem lépett a három kívánságba, azért mondom, a Vajcsi koncert, Hedövéire most már negyedszer lépek fel, és nagyon szép. Hedövéi akkor még csak kiválhatott maximum a három kívánságba. Akkor maximum kiválhatott, érted? Akkor mind izé. Tehát én nekem ez volt a felháborodásomnak a oka. És milyen volt az EFOD TV bácsi? Mondtad, hogy hajnalba került. Nagyon jó sikerült. Egyre többen vannak, az idő is kezd javulni, és hát az én sátram ugye 12-kor nyílik tulajdonképpen, tehát 12-kor vagyok éjszaka, és akkor már ugye vége van mindenhol a programnak, és hát akkor bent végig Tibi bácsizás van, végig kiabálnak, végig tapsolnak. Labda van még? Hát képzeljétek el, most számolgattam, ez a 7. EFOD-om, és ha most minden jó megy, akkor így hétvégére az 1000. EFOD labdát fogom kidobni, 7 év alatt. Azért ez is nem kis teljesítmény ott a színpadon közel, 67-hez. Tehát én ezért haragszom is azokat a diszjoki gyerekeket védem, akik eddig dolgoztak, keményen vásároltak felszerelést, minden, nincs fellépésük, sajnos nincs fellépésük, mert ahogy a Dani fia mondta, helyre mennek. Tehát azt mondja a tulajdonos, minek hívja ki egy neves díszjokét több tízezer forintért, amikor a Laci fölteszi ezeket a lemezeket és zenél. Csak ugye azt felejtették el, például volt itt egy szervező srác, azt mondta, Tibi bácsi, azt nem értem, hogy az én díszjokén is ugyanazokat a dalokat jártam, hogy Tibi bácsi, náluk nincs ekkora őrjöngés. És mondom neki, figyelj ide, mondok egy József Attila verset, mondjuk a gyermekét tettél. Ezt el tudja mondani Kovács Laci, 4. B-osztályos gimnazista, és el tudja mondani Latinovics Zoltán. Ugyanaz a zene, ugyanaz a vers. Mégis ugye Latinovics Zoltán jegyzik meg az emberek. Tehát valahol egy egyéniségnek kell lenni, aki felkonferál, aki elad egy muzsikát, és oda tudnak rá figyelni. Igen, jogos, amit, közönség. Jogos, amit mondasz. Igen. Ugyanakkor meg a csajokra is nyilván bemennek, hát nem feltétlenül azért meg. Csajokra, a bizonyos alkoholszintudat, én is szívesebben nézek. Persze, a színpadon, érted, egy ízédet, én mit tudom én, engem azért nem hívnak Dubajba, mert ugye állítólag annyi kiló aranyat kap a csaj, vagy a fellépő a hány kiló. Most engem nem mernek elhívni, mert akkor a sejkek tönkre mennek, szóval annyi aranyat kell hát, adni. Azért furán is néznél ki, hogy ott mesztelenül úszkálsz az úszómedencében. Így van, tehát így van, az... így és mögöttem egy turbános, hát szóval marha rossz lenne, igen, ez egy rossz pillanat lenne. Nem hallgathatunk bele egy kicsit ebbe a szenzációs Tibi bácsi féle konferálásba? Egy Hedövéit, csak egy Hedövéit. Nem. Csak egy Hedövéit. Fiúk és Magyarországommal többször járt ez a remek színesbőrű előadó. Kiáll a színpadra, ránéz az első csajra, gyere csak közelebe. Tehát így vagyok, rád néz, és csak annyit mondom, what is látom, és már indul a nóta, érted? Aj, te nagy vagy, Tibi bácsi, hát Jenny. Ez még mindig nagyon jó, hát ezt a hideg kirász, komolyan mondom. Imádunk, szeretünk. Én köszönöm szépen, srácok, hogy hívtatok. Vigyázz magadra, Dévényi Tibi bácsi, köszönjük szépen. Szia. Hello. Mm. És hát gratulálunk, hogy még mindig áll a sátor. És éjféltől négyig. Éjféltől hát négyig áll a Tibi bácsi sátra. Na jól van. Hát ő egy drága ember egyébként. Az. Nem? Mm. Mi lenne a DJ nevünk, ha mi DJ-skednénk? Hm? Én DJ Perc. Tegnap ezen már gondolkoztam, és először Csülök akartam lenni, de azt mondta Laci, hogy olyan van, DJ Csülök. DJ Csülök? DJ Csülök. De ne legyen már DJ Csülök. De nem leszek, de mert a Perc az jó. DJ Perc, szerintem jó. A te közönséged még Percre indul.
Igen, ez egyébként jó. Ez lenne a jelmondatod. Az én közönségem percre indul. Vagy a buli nálunk percre indul. Te mi lenne, Jani? Neked mi lenne a DJ neved? Én DJ Skuló lenne. Skuló. Az űrmérete alatti lövedék. Akkor megnézzük, hogy mennyi idő alatt lehet mondjuk Janiból DJ-t csinálni, össze tud-e keverni kettő számot. Ha igen, akkor ma este már fellépése lesz valami nagyon helyes meleg bárban. Mondjuk. Szerintem jó? A legjobbat DJ ajánlom. Te fogadd el. Hát Skulókám, fogadd el Skuló. Hát az ifjabb dévénynek a bárjában. A bárjában. Igen, meghívhatjuk magunkat, igen. De megnézzük, hogy hány perc alatt tudom megcsúfolni a szakmát. Igen. Van egy kis segítségünk, egy klassz DJ-t hívtunk ide. Hello, Vibe-ból, jó reggelt kívánunk neked, hello. Sziasztok, jó reggelt. És azt pedig nagyon köszönöm, hogy nem régi barátotok a DJ Dominiket. Hívtátok már reggelre, nem engedsz. Külön jól esik. Nem, azért vannak határok, tehát hogy nem vállaltam. A Koba Kendő leghitelesebb reklámarcára gondolsz? DJ Dominikre? Na, azért tényleg vannak ilyen csajok, nem a szakmában, akik azért, hát mondhatni, nem a szakma csúcsai. Igen, ez akkor nagyon finoman fogalmaz. De aranyos a Tibi bácsi, csak én azt nem értem, tehát, hogy ezt most erre úgy tekintett rá erre a celeb DJ dologra, mintha ez egy ilyen 3 hete történne. Mi 5 éve próbálunk így a DJ társadalom nagy többsége ezzel ellen küzdeni. Gondolom, neki most az vágta ki a biztosítékot, hogy a Kertész Géz, aki volt most a Barátok közben, hogy elkezdett ő diszkózni. Erkárpáti. Ki volt ő? Nem tudom. Erkárpáti. Erkárpáti meg a kopasz fiatalember, ők a maffia. Ja, ők ketten járnak. Igen. És eddig gondolom, hogy nem találkozott ezzel a celeb DJ vonalal az ő retro vonalán belül, és valószínűleg most ez okozott nála ekkor. De most ezek a csajok tényleg ennyire rosszak? Vagy tényleg ennyire bénák egyébként? Nagy többség, hát igen, nem nagyon minősíteném, de van egy-kettő, aki egyébként megtanulta a szakmát, nagyon szépen kinőtték, mint aki a Niki Bellucci-t is említettétek. Aha, a Sebtapasszal. A Sebtapasszal, ő még nem mindig tapasszal megy a mellé? Nem, és már nem is top lesz. Már nem is top lesz. Igen, és itt azért így eszembe jut, hogy majd, ha Barátok közben Magdi Anyós is a top lesz volna előtetni, akkor lesz vége ennek a szakmának. Akkor végetek van. A Metzger Viki szintén, ő nagyon ügyes, és őt már nem azért hívják, mert hogy annó neki is Playboy meg Nagy Cici. Ja. És a Virág? Boksán Virág? Ja, ő is hát egy valakit a Jani figyelmébe ajánlanék, a Mészáros Dóri. A Mészáros Dóri is elkezdett mi, de ő... DJ Butcher. Igen, ez a neve. Nem lepődöm meg rajta. Ő a striptizes? Igen, az a Mészáros Dóri, és ő rock DJ. Rock DJ, de otthon is van a műfajban. Igen. És jól csinálja? És jól csinálja. És amíg én csaj vagyok, és jó a mellem, és otthon összekeverek 3 számot, akkor én elmehetek úgy fellépni, hogy eljátszom, mintha ott kevernék? Hát mi az, hogy elmehetnél? Hát a legtöbbik ezt csinálja. Ja, hogy előre lekevertetnek maguknak valamit, és ott kamuból csavargatják a gombokat, és közben nem csinálnak semmit? Igen, akkor a jobbik az, hogy mondjuk nem kell nekik variálni a sebességgel, hanem az összes most futó zene 128 BPM-re van behúzva, és nekik tulajdonképpen csak a play és a stop gombokat kell megfelelő időben. De a pult ilyenkor holdra van állítva, nem? Hogy valamit elnyomni. Semmi, persze, nincs is bedugva a pult. Aha. De hát azért nagy átverés akkor ez. Hát. Még nekem kicsit mindegy, ha jó zene szól, nem? Ebbe Tibi bácsának sajnos igaza van, nem? Igen, de ebben meg neked volt igazad, hogy ez nem a diszkózásról szól, tehát hogy igen, mert hogy ott van két hatalmas mell a diszkós pultba, tehát... Igen. Érted, tehát valószínűleg, hogyha mondjuk a látványpékségnek ugyanekkora népszerűsége lenne, akkor ezek a lányok most pékek lennének, mert akkor ott tudnának ilyen sok ember, igen. De mert Niki Bellucci is felöltözött, hát már ez a világ sorrége. Hová tart ez a világ, ha már ő se tapaszba nyomja? Viszont ügyes, ha meg tudott maradni, úgyhogy felöltözött, és még mindig kell, akkor valóban tud valamit, nem? Igen. És egyébként a Metzger Viki szintén, tehát ők külföldön ismert és elismert. Az mit jelent, hogy külföldön? Amerika, Európa. Tényleg? Na. Hát akkor tényleg ügyesek. Albánia. Bulgária. Ahol fizetnek. És DJ Sehi, ő van még? Ő, amikor kijött a való világból, ő sehizett. Már hogy DJ Sehi volt. De hát szerencsére az itthoni levegőt már nem nagyon rontja. Én úgy hallottam, láttam, hogy ő most Olaszország első számú női lemezlovasának lett kikiáltva, vagy legalábbis volt valami nincs óriás. Ott más? Igen. Valószínűleg ez lett a magyarázat arra. De a keze ügyes, vagy a szája? Hát nem tudom, de... Már úgy értem, hogy jól beszéltem. Ciao, amici, érted, és nagyon tolja. Tehát erre gondolok. Jó. János, én vagyok a vizsgabiztos. Aha. Te eldöntöd, hogy vizsgázni akarsz, mert ma este már kevernél, mit tudom én, nem, hol akarsz keverni, mondjuk egy olyan helyet, ami nem létezik. A Pinkben, jó? Én azt gondolom, hogy a tisztelet mindenek az alja, illetve a teteje, meg a közepe is, tehát, hogy Skuló. DJ Skuló. DJ Skuló. A vizsgamunkád, azaz,
hogy keverj össze nekem két dalt. Legyen az egyik egy Dr. Albán a szeretem. Jó, szám vagy a kezem, biztos úr. Először mutasd a szádat. A másikat te választod ki. Mi legyen? Várj, hogy te is segítesz. Mi legyen? Dr. Albán, mivel lehet jól összekeverni? Jó, hát, én nem vagyok annyira... Valami rokkosat, nem vagyok. Legyen egy jó rokkos. Nem vagyok szigorú vizsgabiztos, a másikat te döntöd el. Jó? Én ragaszkodom, mint vizsgabiztos ahhoz, hogy Dr. Albán legyen az egyik. Ha összekevered, ma este már mehetsz fellépni. Top lesz, vagy nem top lesz, azt rád bízom. Jó? Mi, legyen rokkos? Legyen rokkos, hogy maradjunk. Lenny Kravitz, az nem olyan nehéz. Az jó, jó? Az jó. Egy jó, Are Gonna Go My Way. Így van. Dr. Albánt és egy Lenny Kravitzet? Hát meg ha ezt megoldod. Nem fogom. Ezt előre mondom, hogy nem fogom. Jó, hoztunk ide pultot, egészen komoly felszerelést, mindenféle potméterekkel, két CD-vel, jól mondom? Szóljál valamit, rosszul mondok. Még a potikat meg a CD lejátszót megismertem. De nem kevertük össze előre, tehát amit hallotok, az az lesz, amit János kever. Na, a vizsgán fontos-e a külsőség? Tehát, hogy úgy kell-e már oda menni, hogyha lesz később védjegyed, hát akkor mondjuk, azokat föl kell-e venni. Mondjuk, ha lenne a Janén a két mellé, az azért az valószínűleg egy plusz 10 pont. Tegyünk szikszalagot a mellére. Jó. Jó? A mindenféleképpen fontos. Tehát Dr. Albán és Lenny Kravitz, jó? Most levetkőzni. Azt hittem jó arc vagy, ha tényleg bevállalós vagy, levetkőztél volna egyébként. Torkos csütörtök van a kapellában. Jó, te vagy? Ezt egy hallgatónk írja, nem saját. Jó, torkos csütörtök a kapellában. DJ Skulu a pult mögött. Jó? Imádnak téged, szétszednek, és szeretnék, ha összekevernéd Dr. Albánt Lenny Kravitzzel, ugratunk egyet a téridő kontinuumban, ez már nem a vizsgamunkád, egy vizsgabiztos előtt, hanem már élesben vagy bevetésen. Jó, bárhogy segítsél abban, hogy olyan gombot ne nyomjak meg, ami miatt vissza kell vinni a magyarországi forgalmazóhoz. Jó, közel a mikrofon. Egy-egy, két-egy, beteg ágy. Hangpróba. Tehát már a pult mögött állsz, ott van előtted 3000 őrjöngő férfi. Maradjunk akkor a kapellánál. Jó estét, kapella! Mutatkozz, hogy DJ Skulu. Ja, így van. A pult mögött, mint mindig, minden csütörtökön 22 óra 30-tól a helyi rezidense DJ Skulu! Mutatja meg, mitől döglik a légy! Ez a cirkuszos már. Ez már inkább a porondon, a rozmár, a farkas és a tigris. Most nagyon bél akarok adni mindent, hogy átmegyek a vizsgán. És kezdjük rögtön a bulit egy fantasztikus, hatalmas, hihetetlen klasszikussal! Csatanjanak a kezek, csatanjanak a gumik, hajrá kapella! Csattanjanak a kezek! Csattanjanak a gumik! Lássam a kezeket, lássam a seggeket! Ez konferál! Gyerünk, indul a buli! A pult mögött, DJ Skulu! Jó. Aj, de ez egyébként egy jó dal, gyerekek. Tehát ez... Oké. Okay. Már tekergeti. Teker egy kicsit rajta, szól a tangosabban, úgy nagyon még jó. Egy kis volume! Jézusom! Izzadjanak a testek! Simuljanak a lábak! Jó, fűzd le erről a fonalról. Értem, hogy ráfűztél, okay. Tudom, hogy magas labdát dobtunk. Jó. It's my... Ha nem sütöd el a csikizd a cicim, akkor jól vagy. Ja. Így van. És most mindenki egyszerre! It's my love! Jó? De adjál, kicsit halljuk a dal. Jó, oké. Jó. Ez jó. 9 után meghallgatjuk. Figyelj! Sör, figyelj, magasra! És most egyszerre! Kicsit előbb léptél be. Jó, kezd el rátenni a Lenny Kravitzre, jó? Egy kis púlás után jöjjön valami picit keményebb, remélem már mindenki ezért várt, hiszen nem is lennék itt mindannyian ennyire kemény férfiak, ha valami kis keménység nem lenne a mai estébe. Jöjjön egy srác, egy nagyon szimpatikus fiatalember, aki mindig Jimi Hendrix akart lenni, de ahhoz túlságosan tehetségtelen, viszont nagyon jó képű! Nyomjál meg! Lenny Kravitz! Igen? Na mi van? Visszaviszem a pultot, melyiket kell megnyomni? Ja, várjál, oké. Jó, jó, még egyszer okay. Nem, már megvolt a konferálás, oké, okay, Lenny Kravitz. Lenny! Hendrix szeretik Lenny Kravitz! Érzitek, ugye? Ez a rock! Ez a mindent elsöprő, felülmondatlan, fanatikus, asztaldöngető, gumiszakító, ajtóberugó, rock and roll! Jó, nálam megvagy. Csak az It's My Life-ot most meg kell venni. És most!
Jó, bimbo! Jó, oké. Meg vagyunk. Figyelj, nálam átment. Csillagos ötös, a Duma csillagos ötös. A Duma ötös, a keverés az... Májból, gyere még vissza egy pillanatra a mikrofon, csak egy fél mondatra. A Duma zseni, nem? Tehát, a Duma zseni, abszolút. Figyelj, én azért így egyeztetnék veled szabad hétvégét. Jó, hát így, szerintem ebből lehetne kihozni egy ilyen morning show turnét. Az olyan egy csomó olyan gomb van rajta, aminek tök zavaró a felirata, például azt, hogy plaj. Igen, azt éreztem, a Lenny Kravitzet nem annyira találtad, viszont szenzációs volt. Vájból, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél erre a kis gyors talpalóra. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Mostanában egy csomó ilyen fullos macskahintát sorsolt. Majd jönni? Mert hogy látom, hogy láttam be, most ugyanéztem a kis stúdióban, és láttam, hogy egy máshegyén hevernek a macskahintát. A macskahintát is egyik másik elképesztően fullos. Full extrás macskahinta van, de az nem egy 95 képzelő. Képet kaptál róla, tehát tudjuk, hogy hogy néz ki. Viccelsz. Elektromotor. De ma, mit tudom, érzékre színes papagájtollak vannak rajta, vagy azzal tolboák, vagy mi? Igen, azzal van kibélelve, hogy a macskát nyugra. Szegény Feri, már én is kérdezem. Jött ki a stúdióban, oda vágtál, Feri, jó lett? Ez mondom, gyereke. Most nagyon jó lett? Szegény, láttam, megy be a papírra a macskahinta. Nagyon jó ajándék. Meg vagy te áldva ezzel. Nagyon jó ajándék van, úgyhogy de a gazdákat is elküldött. Jó ajándék egyébként. Tényleg, a gazdák örülnek. Hát és ezt egy macska, hogy te berakod és hintáztatod? Nem, magától hintázik a macska. Nem ám. De szólt a macska, hogy én akarok egy hintát, és azért gyártott, ez hogy van? Ez csak egy macska föltette a kezét, és azt mondta, szeretnék hintázni. Oh, jó, kis gyártsunk macska hintát. Rendben, ezt úgy szereti a macska. Hogy van ez? Egyébként ez az van, hogy tényleg szeretik. Komolyan mondom, nekem sosem volt macskám. Én már láttam. De szoktad te így a karodba hintáztatni a macsát, vagy mi? Nem, ezért kell neki a hinta, mert a te karodat nem szereti, viszont a fullextrásat igen. Hát figyelj, meg tudjuk beszélni. Hát ha marad még egy. Miki örülne neki szerintem. De én bele tudok ülni? De ez olyan hinta? Nem, ez a macska tud. Tehát nem úgy van, hogy te beülsz a hintába és a macska az öledbe beül, ez csak a macskáé. Azért érted, exkluzív. Ja, most látom, hogy mi ez. Menő, mi? Ez nagyon menő, úgy néz ki, mint egy ilyen baldahinos ágy, ami ugye fölül van megfogatva, lógnak le ilyen rongyok, és a macska három különböző szinten pihenhet, két párna van berakva, egy ilyen piramis alapú kis lógók is, nem tudom, ilyen baldahinos cuccot kell elképzelni, alul meg egy ilyen, hát egy ilyen tartószerű, hogyha ő abban szeret pihenni. Hát érted. Nagyon beteg. Megvan csinál. Ez egyébként, hogy ti állattartók, akik ilyen kedvtelésiek vagytok, tehát hogy nem élelmiszer alapú, az állattartás, hanem kedvtelési, irgalmatlan pénzt el lehet költeni. Hát, nagyon sokat. Tehát a gumicsont, ami a fogat erősíti, de közben sípol, hogy a kiskutya jól érezze magát, az aranyhörcsinek a futtató, hogy hívják ez a kerék, érted? A papagájnak a nem tudom milyen szép íjacsont, amit ő A csőrét koptatja. Hogy? Tudom. De eddig ide az állatok eddig tudtak élni ezeknek. Tehát évezredeken keresztül boldog macskák. Most már nem tudnám, de most már nem tudnának élni. Ja, nem voltak nem, igazán annyira boldogok a macskák. Annyira hozzászoktak, hogy van macska játszótér, macska mászóka, macska hinta, minden van. De a szobád kis sarkába behelyezel egy ilyen mászókás. Nem a szobám, a szobája. És te vagy a rabszolga. Tehát ezért nem bírom a macskákat, igen. Ő kiszolgáló személyzetet igényel, és csak akkor... Igen. Ugye? És csak szeretem akkor találkozik, ha ő akarja. Egy állat valahogy feltétlenül szeret, és mindig vár, és mindig örül, és úgy fel... A macska hát, nem ilyen. Tehát én nem kevés párhuzam van a macskánk és a te jellemed között. Akkor ezért csak nem így, csak így finoman jelzem. Hát te tudod, hogy hasonló, tehát hogy az hogy nem jön, nem jön. Ugye nem jöttök ki egymással. Tehát nem jövünk ki egymással valószínűleg, valami hasonlóak vagyunk, tehát nekem mindig kutyám, az a macska allergiám is azért nagyban visszavet. Én bemegyek egy lakásba, a macskát nem is látom, egy percre megmondom, hogy van macska a lakás. Annyira elkezd ömleni a könnyem, de milyen durva, hogy allergiás, hogy jön állatra, amit egyébként nem szeretek. Nem? Hogy működik az ezért? Hogy hasonló a macska jelleme, meg az enyém? Igen, de milyen a macska, és akkor magamra ismerek. Tehát finoman jellemezd a macskát, és akkor nem bántasz meg engem. Akkor nagyon finom legyél. Mondd el, milyen a macska, és akkor megértem, hogy mit kell még javulnom, vagy hol kell még javulnom. A macska is elvárja a minőségi kiszolgálást, egy picit azért türelmetlenné válik, amikor látja, hogy már egyébként karnyújtási távolságban van a macska kaja, illetve a macska tej, és amikor már teszed le, akkor oda megy, és ellöki az órával a kezed, hogy ez meg figyelj már.
És már akkor, csak hogy párhuzamot vonjunk, akkor én engem úgy képzelsz el, hogy ülök az asztal előtt, ütöm az asztalt, jön Viki, vagy innen! Kikapom a serszit a kezéből, vagy innen, hozzám még! Majd így, sört! Fölkiáltok, hogy sört, és Viki meg hozom! Ja, a macskát se különösebben zavarja, hogy ki előtt van az a tányér. Na, ez már viszont én vagyok. Na, drága hallgatók, egyébként elküldhetitek nekünk, mi volt a legbetegebb dolog, amit megvettetek az állatnak, azért, mert azt hittétek, hogy az jó lesz. Anna küldött egy oldalt, nagyon jó. Van például kukkoló ablakkerítéshez, ami úgy néz ki, hogy megvan a fa kerítésed, és mint egy ilyen óceánjárónak az ablaka, kijön a kerítésről, ott a kutya ki tud nézni, hogy lássa, mi történik az utcán. Nagy a kukkoló ablakkerítéshez. Minden kutya szereti látni a többi ablakot. Átnéz a fa kerítésen, van egy üveg, egy domború üveg, amin a kutya ki tud nézni. Nagyon jó. Ez szalonna illatú buborék fújó kutyán. Nem vicced el. Szeretik üldözni a buborékot, és a szalonna illatú szappan buborékra még inkább mennek. Egyébként, amit utána elnyomoghatnak a kutyák. Van kutya parfüm, ez 70 dolláron kapható már. Tök olcsó. Keveredik a szoba illata a kutya illatával. Az alig 20 ezer forint, azt szerintem megéri magát. Mondom a következőt, etetőszék kutyának az asztalhoz rakható kis csivavákat bele lehet ültetni, fölrögzi, ott ül benne a kutya, felrakja a két kis mancsát, és elfogyasztja az ünnepi vacsoráját. Végbélnyílás takaró. Erről ugye beszéltünk már egyszer nagyon régen. Ha nem akarod, hogy látszódjon a kutya kis csúnyája, akkor egy kis virágmintás ragasztót felraksz oda, és kitakarod a végbelét. Igen, mert az olyan illúzió romboló, nem? Nem szép. Szép. Elől olyan szép, olyan kis csecse oda, mert megsivogat, aztán amikor megfordul, tudod, és olyan... Nagyon durvát mondok, kutya szexjáték, a kutya ki tudja élni mindenféle vágyát, azon a kutya alakú műanyag játékokon, nagy csőrrel, fantom nagy kutya. Fenékkel, fantom kutyák, így van. Fantom láb, mert francia... egyébként a kis kutyák, tudod, oda megy az ember lábához, átöledél. Na, ezt le tudod tenni. Azt mondja a francia cég, aki gyárt, hogy ha nincs kutyád jó dekorációnak, ha van, tedd le, neki imádni fogja, nincs, nem kapja el többet a lábadat. És a lehető legbetegebb az a kaki kijárat, ami arról szól, hogy egy zacskót rögzítesz a kutya fenekére, és úgy csinálják meg, hogy már nem kell állandóan összeszedned, hanem ott van végig a zacskó. Megy a kutya, és egyenesen belenyomja a zacskóba. Hopp, leszeded a zacskót, és összerakod, ezt föl tudod rögzíteni a nyílásra. Itt van egy hallgató ongabonalban, halló, jó reggelt! Napozó ács híveséget vettem a cicának, 25 000 forintért megrendeltem. Napozó ágyat? Igen, egy olyan, mint egy cinta ágy, olyasmi, és egy hatalmas napernyő van felette, hogy ugye cinta, hogy odafekszik, és akkor nem fog leégni a napon. Nem mondod komolyan, hogy vettél napernyőt, hogy ne égjen le a cica. Igen, hogy oda feküdjön, csak hát ugye kihozták, 25 000 forint volt. A cica ránézett, és többet a közelébe sem ment az egésznek, tehát ez nagyon jó üzlet volt. Pedig úgy reklámozták, hogy kifejezetten szeretik a cicát, mert ilyen csalogató illata van. Vagy az, hát valaki csalogatott. Ez nem jött be. És soha többet nem ment a környékére a macska. Nem, rá sem nézett, egyszer se feküdt bele semmi. Na, megérte a 25 rongyot, ugye? Hát, ez az. Egyszer élünk. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Szia. Hello. Itt van velünk András, hello András, jó reggel. Ja, mi egyszer Londonban voltunk ilyen karácsony környékén, én egy konferencián, a feleségem meg csak kikísért, és ő talált a Harrods nevű áruházban egy 24 karátos ehető arannyal bevont karácsonyi pulykaizési, ízesítési kutyacsontot. Nagyon kell. Enélkül nem élet az élet. Megvettétek? Hát az igazság, a konferencián ültem, és egyfolytában csörgött a telefonom, és mondom, nem tudja jó, hogy konferenciát nem fogom fölvenni, és akkor a szünetbe kimentem, és mondta, hogy van egy óriási üzletet talált, mert hogy állítólag ez nagyon jót tesz a kutyának, mert hogy tisztítja a beleit, és hogy mindent, és ezt meg kell venni, és fogtam a fejem, ráadásul a Harrodsban, de amikor elmondta az árát, akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen poénnak is jó, hogy elmondhatjuk, hogy legalább a kutyánk aranyat tojik, tehát igazán volt. Azért a 40 font azért az nem kevés. Hát nem kevés, de sztorinak jó, tehát igazán nem, egyébként valóban nem kevés, de Harrodsos viszonyokban gyakorlatilag, hogy lehet bármit 40 fontért kapni, azt szerintem nem vészes, és megtudtam az árat, mondtam, hogy jó, drágám, vegyük meg. Aranyat bevont karácsonyi pulyka ízesítési kubicson. Semmi, és még mi vagy, nem is ízlik meg, tudod, hogy ne piszkál, 18 karátos. Egyébként az a vicces, hogy nem szerette a kutyánk, tehát hogy nem ez volt a kedvenc játék, hanem volt ilyen gumikötél, és inkább azt rágta, pedig ott volt mind a kettő egymás mellett, és így sírtam, hogy könyörgöm, ehetnél
aranyat helyett egy köteleket. Én képzeld, hogy a gazdagok egyébként miket vehetnek meg. Hova fektetik az állatokat? Teljesen beteg. Teljesen beteg egyébként. Köszi, hogy elmondtad. Ciao, szia András. Hello, hello. Én vettem a macska távolságtartó sprét, hogy ne kapajra ki a virágokat a cseréből. Semmit nem ért. Mm. Azóta nincs virág a házban, ezt Tony küldte nekünk. És látod, és a macska maradt. Hát most, na, nem a virág. Tengeri malac sétáltató hám 3000 forintért. Még most sem hiszem el, hogy megvettem a gyereknek. Brigi küldte nekünk. Jó vagy, Brigi. Ilyet láttam. De sétált kis is. Kis állat sétált. Hát inkább húzzák. Ugye, tudod? Mert hogy ilyenkor leszakott fagyni az állat, tehát rárakják és állnak mellette. És itt tartják így a pórát, mert meg sem mozdul, nem érti. Valami igen. Van rajta. Vettem a lovamnak hátmaszírozó kesztyűt, kipróbáltuk, semmit nem reagált rá, azóta a szekrény tetején van. Kutya szobakennelt vettem 23 000-ért, egyszer próbáltuk ki, én bemásztam, a kutya pedig kint feküdt mellette, és nézte, hogy mit csinálok oda bent. Eddig. Mit csinál ez gyerek normális kutya? Gyerek kutya, így kell bemenni. És látni lehetett az állat szemében a szánalmat. Nekem papagájom volt, beugrottam neki a kereskedésbe eleségért, de az eladó kislány olyan dekoratív jócsaj volt, hogy rábeszélt egy papagáj fürdőkádra, mondván, mennyire szeretnek a papagájok fürdeni. Azóta is értem, hogy lehetem ennyire hülye, ezért megvettem neki, mondanom sem kell, mennyire utálta a fürdést. Ricsi küldte nekünk. Azért kellett elkezdenem laktózmentes tejet inni, mert az asszony a macskának csak azt vet, minden macska állítólag laktózérzékeny. Na, hát most meg... Hát váljál el! Most meg már végén. Már ne haragudj, de... Jó, ez így. Én már láttam. Jó, ez így, hogy nincs macska. Jó, hát mondjuk én majdnem belöntöttem először a kávémba, amikor a macska tejet. Amikor először megláttam, hogy van, tej? Igen, van cicatej. És ti vesztek cicatejet? Hát szoktunk, ha le van értékelve, megtartani szintén. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Idén 40 éves a Rubik kocka, amit egyszerre szeretek és gyűlölök. De tulajdonképpen inkább egyfajta ilyen frusztrációt vált ki belőlem, bármikor meglátok egy ilyen Rubik kockát tekerni, rögtön nagyon hülyének érzem magam, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan algoritmus, egy olyan matek feladvány, amit lehetetlen megoldani, kivéve Ferit, akinek már folyik a nyála, csillog a szeme is. Hát most meg fogsz lepődni, életemben nem tudtam kitenni. Kérlek, akkor viszont ne jöjjön el orvoshoz, mert ez a nyálfolyás. akkor viszont azzal van baj. De hogy tudtad kirakni, hát tyúkbél lejátszottatok, nem ők disznóbőrre. Mi azzal csináltunk logikai játékokat? Két tyúkbél érte egy disznóbőr. Szóval vendégeink vannak, mert egy idén 40 éves a Rubik kocka, Olivier, aki Rubik világbajnok, Európa bajnok, Perge Olivier és Kovács János, a Rubik stúdió ügyvezetője. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, itt voltatok. És most jöjjenek. És most zene. És most egy kis zene. Na, 40 éves a Rubik kocka, hát ez önmagában jó, már azoknak, akik tudják, szerintem ez egy olyan játék, hogy aki nem tudja, az kirekesztett. Nem így van? Vagy meg lehet ezt tanulni? Ma már azt lehet mondani, hogy egész majdnem, hogy óvodás szintől kezdik tanulni a gyerekek, úgyhogy akár ez... nagypapa korig. Igen, ez rá. Köszönjük. Igen. Figyelj, Olivier. Én nem tudom ezt kirakni, soha nem is tudtam, minden tiszteletem azok, akik ki tudják, tényleg hülye vagyok ez. Három mondatban, ha most nulláról el kellene kezdened engem megtanítani, mi lenne az a három mondat, amivel megpróbálnád elmondani, hogy hogy kell? Figyeljétek azt a három mondatot. Őt, az algoritmusokat is mondjuk, ahogy elmondtad, jó? Mondasz, mert egy kicsit sérülékeny az egója. Aki teljesen az elejéről kezdi, igen? Annak nyilván elsőre ismeretlen lesz. Én mindig azt szoktam javasolni, egy kicsit játszom vele az elején, hogy megérezze azt, hogy milyen a kockának a viselkedése. Tehát itt van 6 tengely, ami körül forog minden, ezt ugye nagyon fontos tudni, hogy azok nem mozdíthatóak el. Ha valaki elkezdi megtanulni a kockát, akkor először úgy fogja kezdeni, hogy kirak mondjuk egy sort, tehát egy réteget. Az nekem is ment. Az nagyon kevés számból. És azt mindig körbevittem a családba, hogy nézzétek meg, már itt tartok. Holnapozom a folytatást, aztán soha nem hoztam. És csak hármat kellett átragasztanom. Nagyon kevés mozdulatból megoldható, mivel amikor az első réteget rakom, akkor a második kettő, illetve a második és a harmadik, az teljesen mindegy, hogy hogy áll. Tehát azokkal nem foglalkozunk. Uh-huh. Minél tovább jutunk a kirakásba, annál kevesebb elem marad, ugye, aha, amit már nem szabad elrontanunk, és a legvégén már csak 2-3 elem marad, amit a helyére kell rakni. Hmm. Tehát és algoritmusok? Igen, ezt a szót használtad, és annál bonyolultabb lesz, amit itt mutattam, hogy itt... Mit csináltál? Mi tök hülyék vagyunk ehhez. De mondhatom, hogy mindhárman? Igen, mondhatod. Persze, nyugodtan. Mennyi idő? Egy óra? Két órát kéne rá szállni, hogy megértsük? Mert ebből én most nem sokat értettem. Képességtől függően 1-2 óra szerintem bőven elég. Uh-huh. Kínában volt egy 3 éves kislány, aki megtanult a kirakni. Persze, hagyjuk már ezt a ki, persze. Tanzániában meg egy 2 éves malac is kirakta, persze. Orral.
Igen, orral, farokkal. Persze, de ennél jobban már nem lehet minket megalázni. A 2x2 az mennyire bonyolult már, mint ez a kicsike, amit ott ez mutattál? Ez még egy viszonylag egyszerű szorzás. Mondjuk úgy, hogy 7x6. Igen. Egyszerűbb, tehát gyorsabb nyilvánvalóan, mivel kevesebb oldala van, viszont itt, ha már az ember kirak egy oldalt, akkor a maradék oldal az a maradék kocka, tehát nyilvánvalóan muszáj lesz bele rondítani az első oldalba. Kevesebb algoritmus kell hozzá, szerintem egy-két algoritmussal meg lehet tanulni, csak egy-két algoritmus. Be is ugrok majd a jó céltárba az a fel. Az igaz egyébként, János, hogy a Rubik, amikor ezt kitalálta, akkor ő csak magát a kockát akarta térben megmutatni, és aztán rárakott pöttyöket, színeket, és akkor jött rá, hogy egyébként ez egy jó játék is? Így van, neki az első játékai azok általában 3D-s ábrázolás geometriai elemek voltak, amivel oktatott lényegében, és menet közben kezdte ezt átfejleszgetni. Nem csak technikailag, hanem színvilágában is, hogy ez játékká avenzsáljon át. De ő ki tudta rakni? Ez fontos? Ki, igen, nagyon sokáig dolgozott az első algoritmusoknak az elkészítésén. Heteket dolgozott rajta, hát akkor nem volt még számítógép, mire megcsinálta, és akkor hát ugye az első pár kockát azért mit olyan 2-300 algoritmusra kezdte megcsinálni. Ma már 100 lépésből lényegében te is, én is nagyon gyorsan hát meg ma te is az a barokos túlzás az, hogy te biztos, az a te is, azt köszönöm neked, de az erős túlzás. 3-4 héten keresztül, érted, és lett belőle egy világszabadalom. Én 3-4 hétig azt hiszem, hogy egy csúzliágast faragtam egyszer. De az olyan lett, de játszítem, hogy az bizony olyan. Ez csak a megoldásra vonatkozik, amikor ő is megpróbálta, hogy bármilyen állásból meg tudja csinálni. Ma már 20 lépésből lényegében meg lehet csinálni bármelyik. Azt lehet tudni egyébként, hogy Rubik Ernőnek mennyi a rekordja? Hát ő soha nem volt ennek híve, hogy ő időre rakosgassa a kockát, ő azért megcsinálja 1 percen belül, bőven. Még úgyis ránk verje? Még úgyis nagyon ránk verje, az én 3 órás egy soromhoz képest azért az még nagyon jónak. Mi nagyon a világ tűnik. Csúcs? A világrekord hivatalos versenyen jelenleg 5,55 század másodperc. Hallod? Tehát mire Jani rákeres a videó megosztón, addigra már kiadták a kockát. De azt jelenti, hogy valaki jön, csukott szemmel összekeveri, vagy a keverő is tudja az algoritmust, és a legbonyolultabbat keveri be, és azt kell kirakni. Van egy osztó, mint a pókerben. Igen. Nem, egy fordulóban mindenkinek ugyanazt a keverést adják, ezt egy számítógép generálja le, ezt senki nem látja előtte, és amikor jön ez a forduló, megkapják a keverő asszisztensek ezt az algoritmust, és az alapján mindenkinek ugyanolyan arra keverik be. Ez minél randomabb, annál jobb, de véletlenszerű, Jani. Csak láttam. Igen, mert én is láttam, hogy nem túl szép, de hogy ennyire random legyen. Láttam, hogy már egyből a számítógéphez nyúltál, engedd el, véletlenszerű. Igen, tehát hogy ezt összekeverik ott az osztók, akkor ezt kikeverik, és ahhoz képest. Igen. És te mennyire vagy még ettől, ugye mindig az ember ilyen hülyén viszonyít, hogy oké, van egy 5, valamennyi, ahhoz képest te? Én nekem a hivatalos legjobb eredményem az 9,5 másodperc. Ez kockás berkekben nem számít olyan jónak, laikusnak lehet, hogy úgy hangozhat, hogy akkor már csak 4 másodperc, de hát ez... De akkor te úgy lettél világbajnok, hogy ő nem volt ott, vagy nem egyszerre voltatok? Én más kategóriában lettem világbajnok, tehát nem a gyors kirakásban. Az egyik, amire a legbüszkébb vagyok, az a legmesszebbre dobás. Még abba beszállok, gyerekek. A 40 méteres Rubik kocka dobás. 8 másodperc alatt raktam ki, de mumszom volt. A 2009-es világbajnokságon a legkevesebb mozdulattal való kirakás. Aha. Ez azt jelenti, hogy egy óra alatt egy algoritmust minél kevesebb mozdulatból, és itt akárhányszor lehet próbálkozni, és nekem 26 mozdulatból sikerült kiraknom azon a versenyen, és ezzel megnyertem. Már hogy te is kapsz egy kevert Rubik kockát. Nem, egy algoritmust, egy keverési algoritmust. Ezzel picit mindig összezavarsz. Igen, és én a kirakott kockámat odaviszem, bekeverem az algoritmus alapján, és megpróbálom minél kevesebb mozdulatból kirakni. Hát gyerekek, azért ez ingoványos hát talaj, nem? Tehát kapaszkodok a beszélgetésbe, kapaszkodok, de nagyon kell koncentrálnom, hogy tudjak rá valamit mondani. Jó, tehát, de semmi gond nincs, ne szabadkozz a te kezedbe, elő volt Tutti Frutti magazin, mint Bigas kocka, úgyhogy egy teljesen más irányba mentél. Te is gyakoroltál, ő is gyakorolt. Ültetek a játszótére, hintáztatok, Rubik kockázatok, én már az ő kámet bújtam, úgyhogy... Igen, hátul a csalitosba. Kinek volt jobb élete? Na, nézzünk akkor egy kicsit, jó? Én bekeverek neked egy algoritmust, ha nem bántalak meg ezzel. Jó? Bekeverek egy algoritmust. Nem haragszol meg, hogy bekeverek neked egy algoritmust, jó? De ne, nézi. Tessék? Figyelj, minden információ, amit így átadsz neki, az mind minket gyengít. Ez igaz, jó, akkor nem ez az asztal. Basszus, kiraktad közbe. Hallod, úgy kevertem be az algoritmust, hogy közbe kiraktam. Rejtett tehetség vagyok, nem? Figyelj, olajozzátok ezeket a kockákat, mert annyira forog. Nekünk egy olyan volt, közvetlen a világjárók sorozat mellett találtam meg mindig anyukám szekrényén egyébként, amit már nem lehetett megmozdítani, annyira be volt porosodva. Tessék?
Nézzetek minket a neten, azt mondja Laci. Igen. Nézzetek. De nem más oldalt, hanem a morningshow.hu-t vagy a Facebookot. Nekünk is volt a polcon egyébként egy kicsomagolatlan apám 500 ezer kilométer balesetmentes vezetés táblája mellett. De nektek is tényleg olyan volt, hogy meg se tudtad mozdítani, mert össze volt ragadva. Ha egyszer megvették a szülők, hogy okosnak tűnjenek, és soha többet nem nyúlt hozzá senki. Nem? Csak jöttek a vendégek, ajj, nézd, már Rubik kocka van. Ki van rakva? Ne kevert össze! Tényleg, úgy vetted meg, hogy ki volt rakva, és a büdös életben nem nyúlhatnál többet hozzá, mert anyád megölt. Illetve ha nagyon sokáig játszottál vele és összekeverted, akkor szét lehetett pattintani darabokra, és újra összetetted. Mennyit gyakorolsz naponta? Hát mostanában már nem vagyok annyira aktív versenyzésben. Amikor jártam hivatalos versenyekre, akkor egy napi 1-2 óra körülbelül. Mi volt az a robot kontra ember, és a robot legyőzte az embert? Volt egy ilyen harc, ez erről hallottatok? Hogy a robot gyorsabban rakta ki, mint az ember? 3 másodperc körül eredménye? Igen. Mi történt? Hát vissza kell menni, hogy már 2005 óta itt próbálkoznak nagyon sokan robotot építeni, hogy Rubik kockákat oldjanak meg különböző technikákkal. Ezen én is meglepődtem, mert itt az elmúlt egy év alatt nagyon főpörögtek az események, és most született egy olyan robot, ami lényegében ezt az 5,5-ös világcsúcsot megdöntötte, gyorsabb lett, mint az ember. Gyűlölöm ezt a világot, komolyan. Ugye? Már egy robot gyorsabban rakja ki a Rubik kockát. Aha. A Skynet, erről is csak a Skynet. Nagyon durva. Bocsánat, az emberek védelmében annyit hagy mondjak el, hogy a robot nyilvánvalóan egy olyan megoldást használ, egy számítógépes háttérrel, ami az optimális kirakást adja neki. Tehát mi, amikor versenyen rakjuk, akkor mi magunktól kútfőből egy 50-60 mozdulatot használunk, ő meg maximum 20-at. Uh-huh. Tehát már eleve, ha azt nézzük, hogy a harmada mozdulatát csinálja, akkor az idő viszont nem lett a harmada, tehát így még jók vagyunk. Még talán jók vagyunk, de ez szerintem nem lehet így egy az egybe összehasonlítani, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ő megdöntötte a világrekordot. Mondjuk úgy, hogy a robot gyorsabban kirakja, mint az ember. És akkor... Arról nem beszélve, hogy ő 4 robotkarra rakta ki, ahogy láttam, és nem pedig 2-vel. Igen, ezt hivatalos versenyen ezt tiltjuk. Lábra gyúlsz már egyébként? Két láb. Én nem indultam még lábba a kirakásba, de vannak de van olyan akik jó. Erre. Na, odaadom neked, ugye van élő Ustreamünk, ahol ezeket lehet nézni, a Facebookon és a morningshow.hu, de én azért csinálok egy videót rólad, hogy utána ezt majd feltesszük a Facebookra, hát ha valaki nem tud most közvetlen internet kapcsolatban lenni, nagyon és akkor vissza tudja nézni. Keverted, ott van rögtön egy teljes zöld és egy teljes piros sor. Jó, hát gyerekek, a keverőgép még most nem úgy kever. Még ne kezd el, várjál. Ja, na, de mérem. Te vagy a stopper, én vagyok a videó, jó. Illetve élő streamen is lehet nézni. Jó? Na, csak mondom, hogy ez jó lesz bemelegítésnek, utána jön az igazi vadonritmus. Algoritmusa miért kevertem? Várjál, az egy kicsit ez egy nagyon kiváló. Komolyan? Teljesen. Most nem. Nem, ez viccet félretéve. Kezdem az én módszeremmel, ez egy abszolút átlagos random. Aha, keverés, egy átlagos. Azt hittem kicsit azt mondod, hogy figyelj, olyat kevertél ezt most egy kicsit. Hallod, elvinném a kockát. Hallod, költözzünk össze. Te keversz, én kirakom. Legyél a tréner. Na várj, elindítom a videót, jó, mert utána azért ezt megmutatjuk majd csak a kezedet itt közelről. Tudod így csinálni az asztal fölött? Megpróbálom. Jó. Na, mehetünk? Indult a videó? Megy a videó, veszem. Jó, figyelj. Igen, mehet. 3, 2, 1, tessék! Aha, tekeri. Uh-huh. Azt se tudom, hogy melyik oldalát nézed. Mi a baja a bácsinak? Atyaisten, kérdezni gyereke. A lányom. Azért nem akármilyet kevertem, nézd meg, még mindig teszi. Ennyi. Nézd, aha, most hallod, megfogtad. Most letérdeltettem. Hallod? Nézd meg. Jó, ez az 17,32. Hát ez meg mi? élőbe ezt látni, ez valami fantasztikus. Tehát tényleg. Tehát, hogy ez, én is tudok, csak utána nem lesz belőle semmi. Tehát ugyanígy tudom tekerni én is, csak 22 másodperc után ugye nem születik meg. Figyelj, abban benne lennél, hogy egy rohadt nagy anyajat rárajzoljunk a kezedre, meg elmennéd a Balázs gyűrűjét, és egy kéz közeli, hogy tudjon funkítani majd az osztálytalálkozókon. Ja, és egyébként tanultam egy-két dolgot, ami ott nem találkozott. Vagy adod a pulóveredet, és akkor meg vagyunk, abban mutatom meg a videót. Jó, na. Mennyi volt ez? 17,32. 17. Nézzük meg, ki kevert jobbat. Figyelj, én nem kevertem, megpróbáltam összerakni, ugyanúgy, ahogy szoktam. Nekem általában ez a végeredmény, hogyha megpróbálom összerakni. Jó, nézzük meg akkor azzal, mit kezd Olivier. Ebből kiderül, hogy ki kevert jobbat. Érzed a harcot? Ebből is harcot kerekítek. Ügyes vagy. Ha téged előbb kirak, akkor én jobb keverő vagyok. Aha. Ha téged később rak ki, akkor te kevertél jobbat. És akkor jobb keverő vagy. Jó. Ki a jobb keverő? Ez a csata arról szól. Érted? Uh-huh. Az a baj, hogy te intelligenciából próbáltad meg összerakni, én pedig megpróbáltam egy kicsit lejjebb csúszni a törzsfejlődésben. 5 guba? Jó, de mákos legy. Na, 5 kitartja, hogy én nyertem. Tartsátok már? Jó. Én nyertem? Szerintem igen. Na, 5. Senki? Hát erre...
Vicces. Hát arra, hogy azt se tudom, mit csináltam, mit tartsa. Tehát egy fogadás tétje az, hogy kiét rakja ki előbb. Aha, ha mi fogadunk, akkor a téged rak ki előbb, akkor én fizetek. Kétezeret átpasszolok, ha lassabb vagy. Na jó, ne fogadjunk, nézzük. 16-nál szóljál. Jó, figyelj. Jó. Ki a jobb keverő, ez a csata erről szól. 17 vagy a fölött. Mehetünk? 3, 2, 1, tessék! Aha. Hát gyerekek, azért ezt így látni kell, ha valaki néz minket streamen, akkor nézzétek, de ha nem, akkor föltesszük a Facebookra. Oliver keze úgy jár, hogy az valami döbbenet. De hülye vagyok, egyébként, hogy nem fogadtam. Hát, várjál még. 16. egész... A büdös francba, én voltam a jobb. De látom, és nem fogadtam. De hát veszítettél volna. Hát te veszítettél volna. Ja, igen. Hiszen a Balázs kevert jobban, mert az Jézusom. Ja, igen. Jézusom. De szerencsétlen vagy. De vagy. Hogy változnak a dolgok egy-két másodperc alatt. Nem egyszer fenn, egyszer le. Igaz, én sem értettem, hogy mire fogadtunk, de... Tehát jobb keverő vagyok. Igen, jobb keverő. Na. Miért nem fogadtunk? Egy másodperccel vagyok jobb keverő, mint te. Basszus. Ebben mennyi gyakorlás van tényleg? Szóval, hogy ez most már mondtad, hogy kevesebbet, de volt idő, amikor napi 20 óra, vagy 15 nem, óra? Vagy? Napi 1-2 óra. Versenyek előtt mondjuk 3-4. De ilyenkor a táplálkozásodra is odafigyelsz, sokat alszol. Persze a protein. Nem nyúlsz magadhoz. Én azt szoktam mondani, és semmihez semmi köze gyakorlatilag, de hát ez az a dolog, amit bárhol, bármikor lehet csinálni, abszolút. Olyan volt már, hogy én hüvelygyulladás miatt feladtad, vagy ilyesmi? Tehát, hogy így nincsenek ilyen járások? Sportszerűség? Igen, mint a teniszkönyök, nincs ilyen, hogy kocka csukló? De van. Van, tényleg? Régen volt, igen, amikor még olyan kockák voltak, hogy amikről ti is beszéltetek, ugye egy masszív, szoros, most már azért mindenki úgy állítja be magának, hogy optimális legyen, és nem, nagyon régen hallottam már ilyet, hogy valakinek. De gondolom egyfajta függőség, tehát hogy volt idő, mikor ott volt a kezedbe, és állandóan járattad, nem? Tehát, hogy egy ilyen addikció. Voltak, igen. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de mondjuk úgy, hogy végérvényesen letenni nehéz. Tehát az, hogy ne gyakoroljak napi 1-2 órát, azt nagyon könnyen meg tudom állni, de az, hogy örökre lerakjam, azt úgy nem tudom elképzelni, mert nem tartom egy rossz dolognak. Tehát... Csak egy mondatot a Rubik stúdióról, ti ápoljátok ezt, vagy viszitek a kockát, vagy behoztok egy csomó embert, aki gyakorolhat, tanulhatja, vagy mi a feladatotok ott pontosan, nyilván ennél szélesebb körű? Nem, hát mondjuk egy részfeladat az, hogy versenyeket szervezünk, úgymond ápoljuk, hogy a kocka a gyerekek között, az új generációk között azért elterjedjen, és ma már azért vannak kisebb kockaklubok, nem csak Magyarországon, hanem szaranszét a világon. Az Oliver mondjuk a World Cube Association-nek a képviselője. Élőadásban vagyunk légy. Bocs. De, szóval lényeg az, hogy ez egy világháló, és rengeteg tagja van ma már, úgyhogy könnyebben meg lehet tanulni, interneten is vannak oktatások, úgyhogy a Rubik Stúdiónak annyi a szerepe, hogy ezt tápolja. Ez egy nagyon szép hagyomány, meg hát azért tényleg egy világszabadalom, ugye, és tulajdonképpen mindenhol erről azonosítani minket, vagy erről is, úgyhogy ez veszik, jó. Viszik még mi? Jó, biztos, hogy még mi? Ennő bácsinak nem kellett eladni a családi ezüstöt. Mi? Családi ezüstöt. Madridban voltam, és valamelyik kirakatban megláttam, és olyan szív melengető volt, hogy de jó, egy picit itt is itt vagyunk. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Oliver, föltesszük majd a videódat. Az elképesztő, amit csinálsz, tényleg, szóval le a kalappal. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Tegnap repkedett a kertünk fölött egy drón. Igen? Igen. És azon gondolkodsz, hogy ki volt, a Bocsi vagy a Hajdu? Hát a Hajdu kicsit arrébb lakik. Eszembe jutott, hogy ki lehetett, ugyanis egy fehér, 4 propelleres, vagy nem tudom, egy fura zajra lettünk figyelmesek. Quadrokopter. A quadrokopter. Drón. Most mit menőző? Drón. Bedobtál valamit, ami pont ide illik. Na, jó, bejött. Oké, ez most pont bejött. Jó, na, ez most bejött. Magyuk is találtam. Jó, egyszerre kell is lehet szeretjük. Basszus, pont benyomtál egy ide illő szót. Drón, most mit ne? Quadro, vagy makro, vagy septo, vagy nem tudom mennyi. Na, és mutattál neki Blendit? Nem mutattam semmit, mert csak azt vettem észre, hogy ő olyan, mint észrevett volna minket,
mert így a kertünk végében lebegett, de egészen magasan volt, én nem tudom ennek milyen optikája vagy mennyire. Hozzávágtam a gyerek BMX-t, de visszaesett hát a fejemre. Nagyon fáj. Üvöltött a szomszéd, berepült, lebegett egy kicsit, majd elrepült. És de simán alkalmas már arra, hogy egyébként berepüljenek a kertet fölé, vagy hogy megfigyeljenek. Fehér volt, mondom, és négy ez a quadro. Az, rotornak vissza volt neki. Nem, kopternek. Kopter. Négy kopteres volt. Quadro-kopter. De az a jó, hogy hallod a hangot, hogy jön. Tehát, hogy azért ennek masszív hangja van. Egy olyan 15-20 méterre biztos, hogy fölöttünk volt, tehát nem alacsonyan szállt. És időzött egy kicsit, és aztán elrepült. Na és mi a gyanú? Kiné volt az irányító? Nem tudom, hogy kiné lehetett az irányítás, nem derült ki. Melyik nyomtatott sajtótermék? Nem tudom egyébként, nem tudom, mert ott simán lehet. Hogy berepülnek már így a kertedbe? Simán lehet, hogy valaki kíváncsi volt egy picit a magánéletetekre, aztán beküldte a koptert. Komolyan? Persze. Simán. Nem csak fogok venni puskát. Nagyon helyes. Most mondom, hogyha még egyszer bejössz a koptereddel, lelőlek. És aztán a koptert is. Ha semmi csicsa nem volt. Játszol vele, de addigra már nem élsz, és aztán játszom a koptereddel, majd rádobom a sírodra, és együtt temetlek el. Tehát ott nálunk légvédelmi rakétákat fog beüzemelni. Hozzánk oda nem jön senki kukolni. Lecsúzlizhatod. Simán le is fogom csúzlizni. Megteheted. Illetve arra gondoltam, hogy betanítok egy gerlét, hogy köpjön rá hálót. Gerlét. Hát, vagy mit tudom én, akkor egy szajkót. Aha, várjál csak, ne, reális, nem legyen bagolyanak, van köpete. De nem hálót köp, érted? Nem, lesz egy ilyen elfogó madaram, és elengedem, és levadáztatom a drónokat. De tényleg mi van, hogy érted? Mesztelenül napozom. Nem szoktam, de mondjuk ott kifekszem mesztelenül napozni. Jön a drón. Én nem akarom a csúnyámat látni a riposztba. Ami persze nem csúnya. Na, gyerekeket bronzba kéne önteni, olyan gyönyörű. És azon gondolkozom, hogy vajon ki lehetett? És egyébként rájöttem, hogy tök jó kaland átrepülni más kertekbe. Kicsit napot, ugye ezt látod valószínűleg egy képernyőn. Nem? Tehát az irányító, ha már nagyon menő, akkor már a joystick irányítója, már van egy kis kamera, amivel lehet, hogy zoomolni is tudsz. Tehát ott kint napozik egy-két háziasszony, a sertepertélés közben. Azért rárepülök drónnal. Hát, szerintem mindenképpen érdemes lenne. De lehet, hogy nem erről volt szó. Hanem? Ne, hát egy valaki beköpte a 100 méteres feszített víztükröt a NAV-nak. Van a NAV-nak is, ilyen vizsgáló dolgok. Simán lehet. De mit néz a NAV? Tehát, van egy medencé. De mi van egy medencét, az mondjuk 3-4 millió forint. Azért az még nem 100 millió, meg nem 50 millió, meg nem 500 millió a kertetben. Tehát, hogy azért az még nem egy akkora összeg. Jó, de ott van sziget a nyári lakkal. Igen, meg a Rolls Royce. Igen, most például bennáll egy Rolls Royce, érted? Vagy bennáll egy Bentley. Két Continental Cabrio GT, érted? Meg 3911-es, azt megértem. Igen. Ha egyébként bejön én leverem, akkor az, én ártatlan vagyok. Na de várj, meddig az enyém a légtér? Tehát ez hogy van? Hú, ezt egyszer pedig beszéltünk. Ezt már beszéltünk. Ugye, amit a földben találsz, az ugye nem a tiéd, nem élünk Amerikában, milyen jó lenne pedig. Tehát megfúrod, följön az olaj, tiéd. Gazdag vagy. Itt megfúrod, hát az állambácsi. Igen, följön, szennyvíz. El is veszi. Nem vagy büdös vagy. Itt büdös vagy, kozos vagy, állambácsi, jön, elveszi. Találsz valamit, Tutankhamon fáraójának. Majd elszoktad nyakig szorosan. Igen, megtalad Attila koporsóját. Jön az állambácsi, elveszi. Na, de ha én lelövöm ezt a drónt, mondjuk, a csúzlival vagy légpuskával, akkor az én kertemben volt. Meddig az én kertem, az én kertem? Az égig. Leszedél kínai kertet. Felvárok a kis passzújkámra, amit ott nevelgetek, mert az égig ér, és utána lelőm. A napig a tiéd. Igen? Aha. Nem, vissza. A napig és vissza. Apám mindig azt mondta egyébként, hogy a föld a magjáig ővi a telek. Senkinek semmi köze hozzá, azt nyilván rajta, amit akar. És ezt ma már tudjuk, hogy nem egyébként volt igaz a szegénynek, de... Nem ugye? Annyira. Daninak igaza van, azt írja, hogy venni kellett volna egy drónt fölküldeni, és megnézni, hogy kinél száll le. Milyen komoly, hogy itt tartunk, érted? Tehát, hogy drón követ drónt, hogy én fölmegyek egy másik helyről, és messziről figyelem a drónt, és megnézem, hogy kinél száll le. Nem? És akkor kiderül, hogy ki akarta megtudni a te kis kertet titkait. Simán. Ez nagyon durva, hogy berepült. Ez nagyon. Ez nagyon durva. Nem tudták megfingatni a gatyánt, úgyhogy rád szálltak. Mondjuk egy kicsit nagyobb falat volt a katyán, de még jó. Mert is. Aztán nekem is van elmaradásom 10 000 társasági adó a tavalyi évről. Fejleket akarok! Igen. Igen. Van egy kis hiányom. Igen, de hát... Na mindegy, szóval csak mondom annak, aki beküldte ezt a drónt, hogy ez egy hidegháború. Tehát én ezt most értem, de akkor fegyverkezésbe kezdek. Ha harc legyen, akkor csapataink harcban állnak, komoly
összeget fordítunk a központi költségvetésből a fegyverkezésre. Maradt valami farsangról vagy szilveszterről, valami várról indítható? Elindult a fegyverkezés. Tehát most csapataink harcban állnak, ahogy elmondta Nagy Imre, a kormány a helyén van, de elindul a fegyverkezés. Szemben mindig nem laknak? Szemben nem laknak, hátul jött ez a kert hátuljában. Akkor úgy lőd el mindig a rakétát, hogy ezért, hogy ne kelljen magyarázkodni. Bocsánat, Marika néni! Csak a drón! A drónt akartam lesz, hát mindegy, majd, majd felépítjük valahogy. Jó, mindegy. Jövőre is érik az a cseresznye. Bocsánat, semmi gond nincs. Hát a náttető az ilyen, belobban. Figyelj, ne legyél már rossz fej, csinálj már neki legközelebb valamit. Nem, ez nem te vagy. Holnap vagy holnap után hozom a drónomat. Megőrültem. De ne drónozzál már, mutass neki valami extrát. Ja, úgy érted, aha. Érted. De mi vetközek messzele, menjek föl gyertyába és mutogassam, ide szállj le, ide szállj le. Amit támasztam fel magam gyertyába, szállj le ide, ha tudsz, elkaplak. Toljál ki magadból egy ilyen kis koktélesernyőt. Hatszor kintom, és hatszor bezárom neked, utána eltörik a pálcik azba, olyanban. Figyelj, bennem olyan vákum van. Én egy pár esernyőt ketté török azonnal egy beszívással. Valami kis pluszt. Valahogy úgy kellene megijeszteni, hogyha szerezzél egy rohadt hosszú létrát, menjél mögé, másszál föl, és amikor megfordul, akkor iszonyú közel rohadt lesz az arcod. És egy ilyen rohadt partvisnél leütöm. A drónon rajta van egy telefonszám, hogyha mondjuk az én drónom beesik egy másik kertbe, akkor ad vissza a drónt. Hát szerintem ezen nem lesz, a rendes drónosok fölírják. Tehát kérem, hívja a kis Karcsika 0630, az én drónom. Van ilyen? Hát ezen biztos nem lesz. Hát lehet, hogy be is csönget majd. A drón. Tókolok, tókolok! Csemeské bácsi! Nem látta a drónoma? Te nőskölök, takarodj innen! Te vagy az! Te vagy ott, te nőskölök! Nős akartam lefilmezni a seggét! Gyere csak be, Pistike, gyere csak be! Gyere egy be, egy állasz! Ha a bioszórára kontam a japán cseresznyét akartam lefilmezni, Semescé bácsi! A Semescé bácsinak tényleg van ekkora medencéje? Az autó magáé! Teljesen felesége van a Semescé bácsinak! Az a gyerek a magáé! És holnap meg kell feljönnek, tudod? Hol szedik le sasokkal ezeket a drónokat? Most olvastam valahol sasokat indítani. Skandinavian Airlines. Még beszerezni egy sas nem nézzük, el kell menni a mikroszkóp színpontra. Tényleg. Józsi, van egy drón, leszed, miért pont rám gondoltál, Józsi? Nem tudod, miért pont. Sajnos kevás, hogy társadalmára szólja Józsi bácsinak, ne engedje már a drónomat. Adja már vissza, Multus letörte az egyik rotort, az félrehúzott balra, örüljön anyjába. Szerintem a Sas Józsi a legnagyobb drón elkapó. Hát ez szenzációs. Van egy rendezvény, ahova elmehetsz. Akik aznap szakítanának ott azon a bulin? Vagy akik már szakították, ja, vagy aha. Összetörték a szíved, vagy te törted össze valaki szívét, vagy túl vagy egy szakításon, és legszívesebben a hold felé nézve ordítanád, hogy nagyon fáj, vagy be akarod verni az utolsó szöget a haldokló kapcsolatodba egy egyészakás kalanda, gyere el, és érezd jól magad friss szakítóként, aki most esett át egy nagy szakításon, sírjál a másik vállán, panaszkodj neki egy kicsit, mondd el másnak, hogy téged most hagytak ott, és legyél túl a szakításon. Erről szól a ma esti buli. Én ezt nagyon szeretem. Ja, de várjatok, hát az van, hogy akkor oda megy 500 olyan ember, aki ulla szomorú, mert ők is... Halálosan szomorú emberek lesznek. Tehát nem tudok a vállalatot sírni, mert te is most szakítottál. Hát akkor... Na de néha jó valaki vállalatársak, hogy a te vállalatot is sírnak, itt a harcosok klubjában, amikor bement ugye, és Meatloafot magához ölelte. Valószínű, hogy Máté Péter szól, hát csak lassú dalok, kedvenc dalaid, amelyek, hát amire először lassúztál vele például, képzeld el azt. Azt lehet kérni. Hát egy szakítós napon azt meghallgatod azt a dalt, hát telesírod a helyet térdig. Figyelj, ez szakítós, hallgass meg? A vicces, már most. Miért? Nem már. Hát erre besírsz. Olyan rég nem sírtam, nem akar. Ott álltok a pultnál. Ott álltok a pultnál, megjövök én. Te már ott ülsz a pultnál, mert frissen szakítottál. Tökéletes. Megkérdezem, te miért sírsz? Én erre ismerkedtem meg vele Almádiban. De nem így mondod. Ja. Én erre ismerkedtem meg vele Almádiban. De én most robotüzemmódban vagyok, mert nem akarom elsírni magam. Én Balatonfüreden is. Nem így.
és ott ülnek a pult mellett, és hallgatjuk ezt a dalt, mindenki kérdezik a kis piáját. Odalép hozzátok a izé, a csapos, és megkérdezi, hogy isztok egy fröccsöt, erre fölcsüt, hogy az volt a kedvenc cipő! Mindig az Timon, fröccsöt, Timon, a rohadék, olyan püres volt a szájam. De most hogy hiányzik? Nem az enyém, én most katolikot kértem. Nem hoztam kettő a fejem, az a srác kötéllel a nyakám. Igen. Szóval, hogy hát figyelj, el kéne menni be a buliba. Egyébként ilyen zavarosban lehet a legjobb alászni. Ezt akartam mondani, hogy valakinek egy csöpp esze van most, az oda megy, és megvigasztam mindenkit. Én mindig így csajoztam. Nekem ez határozott. És amikor már határozott utam volt. Amikor már lennek testi jeleni a dolognak, akkor egy ellökne magától. Te szemét! Ne, legyél te, aki szakít, ja, én meg megyek vadászként. Jó, megmutatom, hogy csináltam régen. Itt állok a pultnál. Mi a baj, kincsem? Olyan szomorú a szemed. Nem élem fel a pult. Hozzá kell sávrepult. Érkezem. Én nem megyek szingliként, jó? Vadászom. Jó, érkezem. Ott vagyok, ott ülök a bárpultnál. Erre, hogy most nem vagyok ismerkedős hangulatban, mert... Hagy találjam ki, mi bánt. Azt gondolod, hogy az összes pasély rohadék. Te annyira megértesz. Annyira ismered a lőgen. Én Elton Johnra nagyon ismerkedem. Na. Ott abban nagyon, nagyon jó fiam. Szia, tündérke. Én mindig így indulok. Jó, ez régen is ezt használtam? Ja, hát ilyen kis kedvesen, igen. Kedvesen, aranyosan. Szia, tündérke. Szia, Pisti vagyok. Igen? Ez ittam két minyakolát, nekem már az se baj. Összetört női szívek között vadászni... A zavarosban. Sebzett vad, az már nem fut össze. Nagyon tudtam régen. Feltettem a sebzett vad lemezt, és ott nagyon-nagyon-nagyon mentem. De amúgy az ötlet is óriás. Ilyen eredeti bulikat, ilyen eredeti tematikus bulikat kitalálni, és most itt a szervezők nagyon belenyúltak ebbe a témába. Egyébként jó, de tényleg jó, igen. Na, ott ülsz a bárpultán. Ja, nem állj meg, ne. Jó. Mi vagy, fiú vagy? Lány vagy, jó. Szia, tündérke. Szia, nem tündérke vagyok, Jacqueline, először is létsz, és töröd meg az óra. Valami nagyon csúnya kézműként. Jacqueline. Még mindig olyan. Tudod, ki vagyok én, Jacqueline? Nem, de... Most ne haragudj, nem vagyok olyan állapotban. Guszti dobott. Mindig mindenre be voltam nála a gyorskot, jól száma vitte meg. Meg eslemezt, meg tömegnövelőt is. Jacqueline. Az a mocskos szemét. Jacqueline, megnyugtatlak. Nyugtasd őt, ugorosz. Én vagyok a torok kéméseprő. Jacqueline. Oké, szóval hát minden szakítóra kitartás, nagy erőt, sok erőt kívánunk, hogy túléljétek a mai bulit. Mi nagyon szeretjük, persze nem azok a rögünk, akik most készülnek szakítani, csak megpróbáltak elmondani. Most rúgtak ki. Ezt a bulit, igen. Két éve szingli vagyok, de ezektől a számoktól nekem is szerelmi bánatom lett, díjat küldenek. Nemrég készült magyar felmérés alapján csak Magyarországon naponta több ezer pár szakít, és ti érzéketlen bunkok még meg is bőgetitek őket. Még mindig királyok vagytok, pacsi nektek, Szabi. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mondhatni, egy igazi kincsre bukkantunk a Facebookon. Egy akkora kincsre, ami szerintem nagyon ritkán van, és a történetet nem sokára ti is megismerhetitek, mert egész egyszerűen szenzációs. Talán akik Facebookuznak. Jó, sokat voltam vidéken. Facebookuznak. Ezt a Facebookot. Van egy oldal, amire talán ti is rákereshetetek már. És hát szájról szájra terjed az emberek között. És ezen oldal mögött egyébként egy fiatal srác tevékenykedik. És hát az oldal alapvető lényege tulajdonképpen arról szól, hogy lehet
filléres, és tényleg a szó legszorosabb értelmében filléres utakat találni azoknak, akik követik az ő munkásságát, vagy szeretnek utazni. Végre egy téma, ami érdekel. Így van, végre egy téma, János. 8 év után végre az első. Végre, Istenem, köszönöm. Csak röviden, hogy képbe helyezem következő interjú alanyunkat, aki egyébként már itt is van. Ugye az oldal lényege, hogy utazó majomnak hívják ugye az oldalt, ha jól mondom, de majd úgyis kapunk egy kis segítséget, és hát a vendégünk megtalálja a lehető legolcsóbb utakat úgy, hogy ezeket ő megkeresi nekünk, és ajánlja, hogy hova lehet eljutni pár száz, vagy akár pár ezer forintból. És itt a pár száz és a pár ezer jelen esetben tényleg nem túlzás, bármennyire is annak gondolná az ember, hogy találsz repülőjegyet akár 100 forint, 200 forintért, vagy pár ezer forintért. Mert sok ilyen hirdetést látunk, aztán mire odaérsz, hogy bőrönt becsek, nem tudom, addigra kiderül, hogy azért 38 ezer csak oda. Ugye? De milyen jól szólt, amikor a hirdetésben láttad, hogy 6 ezer. És ha nagyobb bőröndöt vinni, az még 15. Igen. 6 ezer Róma. Hogy az Isten mellett oda-vissza 120? Ugye? Általában az így indul. Na, itt van velünk Ákos Tóth, Ákos a vendégünk. Hello Ákos, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlök mindenki, hello. Móricz a hallgató, vagy ezzel szembesült, amikor jöttél? Persze, minden reggel. Milyen az, amikor az ember évekig hallgat egy rádióműsort, mert a következő pillanat ez csak ott ül, benne. Hát nem is tudom elmondani, de szerintem jobb is. Nagyon furcsa volt bejönni ide közétek. Ez volt az első mondatot. Szia Ákos, de furcsa itt minden. Mondom, nyugi, én is ugyanígy vagyok. Most jöttem vissza egy szabadságra. Nekem is nagyon furcsa. De nekünk előtte is az volt 7 éve. Az. Nézd el a műszaki igazgatónak, nem festő. Igen. Na mi lett ez a kis festés? Ah, most fejezte be. Nagyon szép. Megdicsérted? Menj már majd ki felé, mert mi nem tudjuk neki őszintén gratulálni. Neki, a kék pólós nagy darab. Mondd neki, hogy nagyon szép. Mondd, hogy Gyula, nagy darab, nagy darab, nagyon marcon, de ha kicsit megsimogatod, megdicséred, akkor egyébként... És veszel neki 4 lángost a kávéjához. Igen, és 30 darab kakos palacsintát. Na, figyelj ide Ákos, utazom majom, ez az oldaladnak a neve? Igen, egy olyan oldalnevet szerettem volna kitalálni, mint hogyha valaki a Boráros téren elmond az ismerősének, azt még megjegyzi a Blaháig mondjuk. Mert rengeteg olyan oldal van egyébként, amilyen utazás, vagy utazunk, vagy utazunk. Az olcsó utak, meg ilyesmi, igen, az igen, nem értett szóba, és sokat próbáltam. Igen, hát nagyon szeretem a majmokat, úgyhogy... De jó. Na én mondjuk magát a kifejezést, ezt már láttam a Kassa TV Facebook oldalán tájföldi képei alatt, de az másra van. Igen, azok inkább a kommentek voltak. Igen. Na, te mivel foglalkozol egyébként eredetileg, Ákos? Mi az eredeti szakmád? Hát én gazdaságinformatikus vagyok, és szoftverfejlesztőként dolgozom. Szoftverfejlesztőként. Igen. Aha. Hány éve utazol? 4 éve ültem először repülőn. Hány éves vagy most? 27. Hát akkor nem kapkodtad el. Nem, de nem mertem felülni a repülőre, úgyhogy ez volt ennyi a probléma. Nagyon hangos, nagyon búg, és nagyon magasan van? Nem, hanem nem én irányítom, és féltem, hogy itt valami gond lesz, úgyhogy, de Amerikában mindenféleképpen el szerettem volna menni. Aha, és akkor nézegettem az alternatív lehetőségeket. Hogy hajóval úszva, ez volt a leggyorsabb. Igen. Hát akkor már ez közös bennetek, Jani, valami Jani is viszonylag későn ült repülőn. Igen. Ugye először? De amikor először felültem, akkor utaztam le 12 órát. Igen, először, igen, Argentina. Igen, tehát egy hosszú út van. Na, és a cél az ezzel az oldallal, hogy elmond, hogy milyen olcsó utak vannak alapjelvéve. Ugye ez a lényeg? Hát egyrészt igen, illetve hogy minél több embernek segítsek utazni. Tehát sok olyan üzenetet kapok, ami tényleg ilyen szívhez szól, és nagyon örülök neki. Például a legutóbb, amit kaptam üzenetet, az elírták az eurót és a forintot, és 700 forintért foglaltak 700 euró helyett San Franciscóba repülőjegyet, és a mamájával kiment egy srác, és erről fel is tettem egy posztot a Facebookra, mert nagyon-nagyon megható, meg tényleg ők nem jutottak volna el egyébként. Na de várj, ne menjünk ennyire előre, mi beszélünk árakról. Én mondtam, hogy megdöbbentő lesz, amit hallunk, mert hihetetlen árakat fogsz mondani, meg összegeket. Te hogy találod meg ezeket az utakat? Hát ennek több módja van, igazándiból ilyen robotokat szoktunk ráküldeni az utazási irodákra. Teljesen természetes hétköznapi módon robotokat küldöttek az irodára. Mi más jut neked is eszedbe. Igen, aztán meghekeljétek az oldalt, és a 700 eurót átírjátok 700 forintra. Igen, feltörtük a múltkor. Igen, a tui.hu. És, igen. Na, szóval robotokat, tehát szoftverfejlesztőként készítesz ilyen kereső robotokat? Igen, amiből nem én készítem, én már csak becsatlakoztam egy olyan csapatba, ez egy ilyen nemzetközi csapat, ahol ez már megvolt. Gyakorlatilag ez nem olyan nehéz megcsinálni, csak magát tehát a programozás része nem olyan bonyolult, csak a mögöttes tartalom. És akkor úgy kell elképzelni, csak hogy tényleg az eredetől induljunk, hogy te kereső robotokat állítasz utazási irodákra, meg különböző weboldalakra, akik hirdetnek ugye utakat. Hát nagyjából igen, és hogyha ilyen óriási eltérés van mondjuk a tegnapi és a mai ár között, tehát ilyen nem tudom, 100 vagy 1000-szeres, akkor azokat megkapjuk és kilistázza nekünk a rendszer. És akkor megszólal egy légoltalmi szirén az udvarban. Nagy fogás, nagy fogás. Nem, de néha jó lenne olyan is, mert van, amikor éjszaka történnek ugye ezek, mert ugye főleg, hogy amerikai idő szerint vannak a legtöbb esetben, és akkor
akkor alszunk. És akkor itt nagyon gyorsan kell reagálni? Igen, ez egy fontos dolog, hogy nagyon gyorsan, mert ahogy a légitársaságok észreveszik, hogy mondjuk Budapestről kicsit megugrott Szaúd-Arábiába repülőjegyek, eladott repülőjegyeknek a száma, akkor ők ezt megpróbálják egyből ugye kijavítani. Na de várjál, hogy van? Tehát, hogy az utazási iroda mondjuk rosszul teszi föl az árat, és 700 eur helyett ír 700 hufot, és én megveszem, akkor ő köteles nekem annyiért odaadni, amennyit ő először kiírt? Hát ez bonyolult, attól függ, hogy hova szól a repülőjegy, mert különböző jogszabályok vonatkoznak rá, hogyha Európán belül vagyunk, vagy Amerikánba utazunk, de sok esetben, tehát ilyen 80-85%-ban ezt honorálni szokták, úgy hívjuk, hogy honorálják ezt a jegyet. Vagyis, ha rosszul írja be, és 700 euró helyett 700 forint, akkor én elrepülhetek 700 forintból, ha tudod, az utazási iroda honorálja. Igen, illetve hogyha vannak ilyen nagyon nagy lehetőségek, amit nem is mindent írunk ki ugye a blogra, hanem a tényleg a baromi nagy lehetőségeket, azokat lefoglaljuk mi, mert hogyha minél több ember foglalja, nyilván annál kisebb az esélye, hogy ez honorálja. Ráni fogják. Tehát egy légitárság nem biztos, hogy be tud nyelni mondjuk 10 000 adott jegyet, de mondjuk 5-5 után nem foglalkozik, és akkor lefoglaljuk magunknak, és akkor szépen ezt itt titokba tartjuk, de azért is jó ez a titokba tartás, mert vannak olyan trükkök, amik hónapokig vagy akár évekig is élnek, és bármire rá tudjuk húzni, viszont hogyha ez publikum elé kerülne, akkor nyilván... Hogy tudunk bekerülni ebbe az ötösbe? Hogy lehetnék? Én nagyon sokat utazom. Csak így egy SMS tárgyom. Hogy tudná? Ilyen kettőkor rám írsz, nem zavar. Sőt, lehet meg előre odaadom a kártyaszámomat. Megadom a 3 jegyű civic kódot is. Na, mondj egy-két konkrétumot csak itt, mert én itt tudom, hogy egyszer például volt ön San Franciscóba mentetek, vagy repült valaki 1650 forintért? Hát igen, de ők hárman voltak, úgyhogy azért volt ennyi. Ja, azért ilyen drága. Jó, hát azért értem, mert minket se vett fel a pénz. 600 forint volt fejenként. Igen. Ez hogy találtad? Hát ez volt az, ami az euró és a... Hát ez ilyen a deviza átváltást egyszerűen rosszul csináltak, egy az egybe történt az euró és a forint. És ilyenkor te ugyanolyan klasszikus módon, mintha egyébként a repülőjegyet vennél, kidobja az oldal, hogy most 700 forint, rácsapsz, lefoglalod, és itt mi történik? Nem jön egy levél a légitársaságtól, hogy bocsánat, tévedtünk. Rosszul váltottuk, vagy rosszul írtuk ki. Hát van ilyen is, de hát ilyenkor izgulni kell egy pár napot, hogy észreveszik-e egyáltalán. Hogyha észreveszik, akkor meg szoktak írni egy levelet, vagy valami Facebookra, Twitterre kírják, hogy ezt honorálják, vagy nem. És akkor, hogyha nem, akkor fel lehet lázadni, de én egyébként ezt nem szeretem, akkor lépjünk tovább, mert annyi lehetőség van egyébként, aha, hogy nincs elég szabadság, meg ez pénz. Naponta van ilyen, hogy ők elcsesznek valamit? Naponta van. Nagyon ilyen. Nagy. És akkor leveleket is már úgy írják, hogy úgy kezdik, hogy megint diákos. Dírákos. Igen. Na mesélj nekem egy-két konkrétumot, merre jártál? Hol voltál legutóbb és mennyiért? Legutóbb Amerikában voltunk, San Francisco, Los Angeles, Las Vegasban. Ez egy elég drága út volt, ahhoz képest 165 000 forint volt, de business classon utaztunk. Ja. Mert még nem hiszem el. De hogy volt? Ez egy Budapest? Hova? Nem. Az fontos, hogy nem mindig Budapestről indulunk. Ez Oszlóból indult, és végülis mi visszafelé Londonba kiszálltunk, és még ott pár napot eltöltöttünk. Pont akkor volt a Brexit egyébként, amikor ott voltunk. Úgyhogy Oszlóba elmentünk pár ezer forintért, és akkor Londonból pedig vissza pontokból. Úgyhogy azért sem az Oszlóból átrepültetek tengeren túra, hova először? San Francisco, és akkor mi onnan autót béreltünk, és akkor úgy mentünk körbe. Egészen Mexikóba lementünk. Tehát Oszló, San Francisco, azt szerintem 1,5 millió bizniszen. Hát, úgy volt, hogy Oszló, London, és London, San Francisco. Aha, tehát Oszló, London, San Francisco. És ez egy elírás volt, vagy ezt csak olcsón tették föl? Ez is egy elírás volt, igen. De ezt honorálták, tehát ez tök jó volt. És akkor mit írtak el, te azt tudod egyébként? Nem minden esetben tudjuk. Akkor tudjuk, hogyha egyrészt mi okozzuk, hogy legyen egy ilyen ár, másrészt viszont, hogyha egy utazási irodának a belső rendszerébe történik ilyen dolog, akkor azt nem mindig tudjuk. De a legtöbb esetben, sőt 95%-ban az üzemanyag pótdíja marad le. És akkor ezt mi meg tudjuk. És ettől lesz ilyen olcsó. Például, nem tudom, hogy mondhatok a neveket, de mindegy, Budapestől mondjuk New Yorkban van olyan légitársaság, ami mindössze 10 euróért visz, az az alapjegyár, és az összes többi adók és illetékek és üzemanyagpótdíj. És hogyha most itt kimarad az üzemanyagpótdíj, akkor gyakorlatilag pár forintért tudunk utazni. És ha te már megvetted, és nálad van egy, akkor már nem szól, hogy. Hát, hogyha már megvan, és mondjuk váltunk egy hetet, akkor már nyugodtan hátradőlhetünk, akkor már utazhatunk. Uh-huh. Fantasztikus. Tehát úgy kell érteni ez a kis túlzással, hogy az úti célok találnak meg titeket, és nem pedig fordít. Igen, ez nagyon fontos, hogy mi soha nem oda megyünk, ahova éppen szeretnénk, hanem ahova olcsó. János mindig nyer a belföldön, úgyhogy ebben neki semmi új nincs. Sosincs cél, csak megnézi, hova a legolcsóbb. Igen, ránézek az órára, megnézem, hogy mennyi benyánk van, oda vissza az út, és közben ott az úti cél mellett keres valami látnivalót. A János így él. Tehát, hogy ez... De Jánosnak külön készültem, mert vannak szállás elrontások is, és azok akár Magyarországon belül, tehát Siófokon volt 19 forintért, illetve most a Tátrába megyünk 130 forintért, félpanzióval.
Zsűr. Tátra. János, mondná, hogy ez neked sokat, de hát nekem. Nem mondta, hogy te 200 forintot el kell kifizetni egy siófokra, ja, meg 130? Egy tátra. 130? De, jó, de félpanzióval. Figyelj, nem gyenge. Nagyon jól hangzik, ráadásul a tátrában. Mi volt? 130 forint tátra? Igen, félpanzióval. Elírás? 130 ezer forint helyett lehagytak? Azt nem tudom pontosan, hogy mi volt a szállásoknál, nem tudom. De nem biztos, hogy merek majd enni a kis reggeliből, amit adnak, mert az a baj ilyenkor, hogy nem tudom, hogy ők tudják-e, hogy mennyire adták el, vagy ezt is az utazási iroda benyeli. Oh, mi az, hogy nem tudják? Hát, hát tudniuk kell, hogy lát, ránéz a monitor, és azt mondja, gyerekek, itt van egy kis gond, mint a 1-2 nulla hiányzik már. Hát 130 forint helyett lehagytunk 130 ezer, vagy 3 darab nullát. Hát azért erről csak rájönnek, hát nem? Egy óriási utazási irodánál ez nem tűnik fel. És neked jelez a robot, hogy ohoho, 130-ért tátra? Igen. Mennyi időre mész a tátrába 130 forintból? Csak augusztus 20-án megyünk 3-4 éjszakára. 3-4 éjszakára 130 forintból. Rohadt rablók. Viszont úgy látom egyébként, hogy, hogy egy régi álmom valóra válik, a Sebestyén családdal fogok tölteni a januárban a szokásos kis ázsiai turnusukat 2100 forintért Balin. Egy ötcsillagos szállás. Ennyire hozzá Mátyusz 2000-ért lehetsz Balin. Ja, gyere, ott vagyok mesztelenül. Ez egy napi jár? Csengeted a két rugót. Igen, és Balin ez egy napi, de ötcsillagos szállás van. Az milyen? Na várj, kevés. Időzünk itt egy kicsit. Ja, bocsánat. Hello, voltam Balin, nem ennyien. Egyrészt emiatt nagyon dühös vagyok. Kettő. Mennyiért mész Balira? Hát azt még nem tudjuk pontosan, hogy mennyiért megyünk, de hogy ott van szállásunk, azt tudjuk. Hol? Balin van, 2100 forintért. Ötcsillagos hotelben. Napi. 2100 forint? Két főre. Így van. Cseréljünk számot. Tehát, én nyitott vagyok új barátokra. Balaton szemesen nem találsz engélni. És mi volt a hiba? Rájöttetek, vagy itt kihibázott? A szállásoknál sokszor van olyan hiba, hogy adnak mondjuk egy kuponkódot, hogy $100 le fog jönni a végső összegből, és fizetned kéne $1000 mondjuk összesen. De nem írják be azt, hogy fizes $1000 összesen, ezért bármennyiért, hogyha mondjuk $50 veszel egy szállást, akkor lejön belőle 100, akkor nullán vagy. És akkor ilyenek is vannak, amikor nem rosszul programozzák le azt, amit, amilyen kedvezményt szeretnének, vagy amilyen promóciót akarnak. Hát nagyon nagy. Ez nagyon kemény. És kivel mész Balira? A barátnőmmel szoktunk, mert most egy pár is jön. Most egy kicsit. Aha. Van rá jelentkező. Rohadtul ráérek januárban, csak szólok. A jelek szerint nagyon ráérek januárban. Nagyon sok idő. Szórakoztató társaság, a parfümök ugyanazok, mint a barátnődnél. Kívülbelül ismerem Balit, mert voltam egyébként. Igen, voltam. Szoktam mondani, hogy törődjön ő is annyit a hajával, mint te. Ennyi fénye, akkor szép lesz és ápolt lesz a haja. Mennyit utazol egy évben? Hát ugye mivel mellette dolgozom, ezért próbáljuk mindig úgy csinálni, hogy valami ünnep legyen, vagy valami hétvégére esem, úgyhogy nem olyan sokat, tehát ez relatív. Összesen 104 utam volt, egy repülős utam volt, 4 év alatt. Na tényleg, az nem sok, 4 év alatt 104 repülős út. Hihetetlen. Mi volt a legeslegolcsóbb, amit te se hittél el? Hát mikor a barátnőm kiköltözött Dortmundba, akkor volt egy olyan trükk, szintén ez a kuponos, hogy nagyobb volt a kedvezmény, mint maga a jegy. És akkor egy nyára bevásároltunk Dortmundba oda-vissza jegyeket, és hogyha akartuk, akkor felhasználtuk. Az ingyen volt mindegyik. Ne! De mi az, hogy a kupon? Milyen kupon került abban, mint maga a jegy? Hát volt egy külföldi oldalon, adtak 50 eurós kedvezményt, csak a jegy az annyira olcsó volt, hogy Budapest-Dortmund az nem tudom, volt 25 euró. És akkor azért foglaltuk le előre, mert hogyha felment volna a zár, és mondjuk lett volna 200 euró, akkor is csak 50 jött volna le belőle, és akkor nem akartunk olyan sokat fizetni érte. És ilyenkor nem akarod visszakérni a maradékot? Tehát 25 a jegy, de neked 50 eurós kuponod van, ők lognak 25-tel. Nem, ilyenkor csak nullára jön ki a dolog. Volt a Japánban is? Igen. És az a Japán az egy érdekes volt, mert aztán miután én kimentem 65, azért egyrészt azért, mert nagyon jó WC-k vannak. Hát így. Másrészt pedig, hogy mi 65 ezerért voltunk azt hiszem Bécsből, de utána kijött egy sokkal jobb ajánlat 48 ezerért, és ráadásul Budapestről, és azt rengetegen lefoglalták az oldalamon, és azóta is folyamatosan kapok ilyen üzeneteket, hogy éppen ott vannak, meg mennyire örülnek neki. 48 ezer forint volt egy-egy Japánban. Igen, ez egy retúr. Repülővel. Igen. Vissza is hoznak. Igen. Hol a Bibi? Ez gyanús. Figyelj, november 20-án beszéljünk, rácsörgünk. Onnantól kezdve szabad. Ez a Japán, ez nagyon érdekes. És ott kiderült, hogy mi volt abban? Elírták ott is, vagy rosszul hozták ki jegyet? Ott is üzemanyagpótdíjjal volt probléma, igen. Tehát nem tette rá a légitársaság magába, a jegyben nem kalkulálta bele, és nem a teljes árat írta ki. Igen. És akkor ezt honorálták, pedig ezt is nagyon sokan lefoglalták. És nem szól, hogy bocsánat, kedves utasaink, láttuk 48 ezeret fizettek, ez nem ennyi, még ennyit tegyenek hozzá. Igen. Tehát akkor ezt bevállalják. Igen. Ő. De volt olyan, amikor Galapagoszra mi nagyon szívesen elmennénk, vagy nagyon szeretnénk elmenni, és volt egy first class-os elárazás, az azt hiszem ilyen 60 ezer forint körül volt, de az oda tényleg ilyen
5 millió forint körül lenne a first class-os jegy, és azt nem honorálták. Ez nagyon rosszul esett, de hát jó, most mi jön? Hát tényleg. Jaj, hogy befoglaltad? Igen, igen, és akkor aztán írták, hogy akkor ezt ők mégse. És mennyi volt Galapagos? Ilyen 60-70 ezer forint volt, de first class-on. De azzal se kerestek meg még, hogy dolgoz nekik, például utazási iroda? Nem, hát utazási iroda nem, de volt már olyan ismerősöm, egy texasi srác, akit azért kerestek meg, hogy ne foglalkozzon ilyenekkel, és ők ezért hajlandóak fizetni. Az mekkora, ne csinálj semmit, pénzt keresel vele. Hogy ne foglalkozzon, tehát hogy ne keresse. Igen, igen, ne keresse az ő egy elég profitálán, ő a legjobb, tehát ilyen top 3-ban benne van világszinten a srác. Aha, ugyanezt csinálja, hogy robotok a leg? Hát csak ő, igen, csak ő kicsit komolyabban, meg ő inkább business és first class-ra van utazva. Tehát egy csávó már úgy utazik business-re, hogy unja, nem? Elképesztő. Jó, de hát ők valószínűleg csúnyán fogják végezni valami sikátorban, mit tudom én, a Honolulu ezt. Ezt Ryan üküldi. Igen, ezt a lufthanzás. Mi a következő? Mit néztél most ki? Vagy most nem? Tanzániában megyünk 27 ezer forintért. Ne, nem, egy főre. Ja, hogy hányan megyünk? Tehát ketten akkor az már igen, az komolyabb. Nagyon durva, hogy 54 ezer forintot. Várjál, megborzom. Ez a repülőre egy? Vagy igen, igen. Gyerekek, találtam egy jót saját magunknak, ahova szerintem az egész csapat elmehetne, mert az indulási idő az november 21. November 21. Tehát 19 letesz, 21-től 23-ig nálad Varsóba 10 ezer forint fejenként szállás, kaja, repülőjegy. Az nagyon jó. Na jó. Befoglaljam. Nem érdekel Varsó. Mit? Oh. De menj, hát, nem jössz. Azt hittem, bemondott, hogy nem tudom, hogy Tanzánia, vagy Machu Picchu, vagy... Egy pici záró kirándulás, egy három kis nap együtt, osztha jó, akkor megyünk Honolulura, vagy nem tudom mi az. Jó, oké, tetszik. Ákos, hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál, valódi gyöngyszem vagy, jó? És nem csak azért dicsérlek, mert rögtön elkérem a számodat, hanem tényleg jó volt veled beszélgetni. Hát én köszönöm, nagyon nagy élmény az, hogy ide bejuthattam, főleg így. Hát erre gondolj majd akkor, amikor éjjel kettőkor látsz valami utat. A számomat nyilván kezel diszkréten, de nem vagyok mérges, ha rám jön. Ez itt a Best of Morning Show. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók, szevasztok! Szevasztok! Látok az arcotokon. Ne nézd balra, a kaszetében hasa kilátszik. Tudsz veszélyesen élni, de ez még neked is sok. Igen. Hát elindult igazából a dolog, most már ilyen mindenféle mikrofonokkal, különböző biztosítókokkal, hevederrel és mindennel együtt felszerelkezve az Ankettes mellől. Jó, megpróbáljuk föltenni a bukósisakot. Egyébként nekem már ez önmagában megérte, ezzel láttam, és soha nem láttam, hogy egy bukósisak felfért volna a fejére. Tehát most már abba hagyhatnánk, mert már egy történelmi léptékű tetten túl vagyunk. De hát ugye... Jó, azért azt ne felejtsd el, hogy a tegnapi napot... Ez már szóló, Gábor? Igen. Hogy... Egy tegnapi napot megelőzte egy sisakpróba, tehát ezért itt volt izzadás, amíg megtalálták a megfelelőt egyébként, mire ezt fel tudtam tenni. Úgyhogy, na átvettelek benneteket a másik mikrofonra, ezek kicsit máshogy hallottak, úgyhogy ez nem egy spontán sisak felvétel volt, ez már le volt próbálva. Na. Olyan egyébként a hang már, mint hogyha föl lennél. Szerintem csináljuk úgy, mint hogy már föl. Szerinted ennyi emberrel elletíteti, hogy fönt voltam? Várjál csak, én vagyok a motorhang. Rohadt nagy vagy. Csináljuk azt, hogy most nagyon megölellek benneteket, és ezáltal olyan, mintha éppen most érkeznék. A fotók már megvannak, és tulajdonképpen kész is vagyunk. Jó, na, akkor... Hát mi lesz? Maradtok a földön? Maradunk a földön, az a biztonságosabb mindkettőnk számára, te meg már ugye most ebben a pillanatban úgy nem vagy érdekes biztonság technikailag. Azt vállaltuk Jánossal, hogy innen a szédítő mélységből nézünk majd rád. Nem lesz egyszerű. Jól van. Na, ha mászhatok, akkor elindulok fölfelé, de egyet kérek, hogy itt vagytok a fülemben, csak mondom, na, hogy téged is hallak. Jaj, give me five, hát ha nem. Let's go baby. Drága hallgatók, annyit tudok elmondani, majd még készülök tőletek elbúcsúzni, hogy nagyon szerettem veletek lenni, nagyon szerettem ezt a műsort, senkit ne engedjetek beülni a helyemre. Jó? Ha ők ketten akarnak valakit, ne engedjétek. Ha te nem vagy, mi sem vagyunk. Közben pilótán kinéz az ablakon, minden rendben, főnök. Jól működik a motor, nagyszerű. Én még egy pillanatra ide benézek, hogy itt mi a helyzet. Ja, te abba fogsz ülni? Hát persze, mit gondoltál? De miért nézte mindenki a másik széket akkor? Na közben én bejöttem a pilóta fülkébe, szeretettel köszöntöm a vezérlő egység legnagyobb ismerőit. Minden rendben van-e? Igen. Jó, ide visszafogottan nyilatkozik a pilóta úr. Gyerekek, jó minőségű gépünk van, kiváló kezelőszervekkel. És azt most mondom neked, Balázs, remélem, hogy hallod. Hallak, persze. Kérlek szépen, kettő darab nagyon jó minőségű fekete bőrkesztyűt húzott fel a pilótánk. Milyennek az oka? Hát azért, hogyha az ember keze izzad, akkor ne csusszon le a kormányokra, illetve amikor kezeli a szerveket, akkor hogyha
olyan közel vannak egymáshoz a karok, hogyha odaütközik, akkor nem veri le a bőrt. Nem veri le, vigyázz! Ez a hivatalos verzió, valójában pedig azért, hogy ne maradjanak a botkormányon új lenyomatok a későbbi felelősségre vonás. Igen, vége. Most már nem nevetünk mindenkor. Gyerekek, az a durva egyébként, hogy konkrétan már a szárnyon ülve egyébként majdnem, hogy tudok adni nektek egy közlekedés jelentést, mert hogy körülbelül ugye a hiperek tetejével vagyok egy magasságban, ami kis túlzás egyébként természetesen. De hogy rálátok a budai hegyekre, látok Török Bálintot, tehát nagyon magas, egyébként innen nem kell menni, ebben a pillanatban egyébként történik a bekötés, tehát rögzítik a széket. Én nem nézem, hogy mit csinálnak. Az én mentális energiámat most nem veti el. Jani, csekkolt, hogy jól kötnek el. Látsz még minket? Onnan a magasból. A pici integető bogár, én vagyok. Mi az ott a közvetlen a bal kezednél? Van egy vas. Ez a majré vas? Ez azért van, hogy kapasz, ugye vagy... Ez a katapult. Tehát ezt meghúzod, katperc, te meg benyalodsz. Ilyen vagy. Ez azt mondja, hogy ez egy ilyen kapaszkodó a bal kezem lehet kiépítve, hogy mégse úgy üljek itt, mintha tényleg nem tudom, az első sorban ülnék az iskolába. Ez egy. Ez a meg tudom fogni legalább a bal kezem. Meg azt tudod, miért. Érzetre van. Nem sok, csak legalább valami. Amikor elengednek a csavarok, akkor úgy tudsz oldalt fordulni, amit mondtak, emlékszel? Ja, tényleg. Tudod? Hogy... Oldalt fordul. Igen, Imre a pilóta reggel 6 órakor, hát ezt már elmeséltük, ugye, úgy fogadott, hogy... Nem, ezt bocsánat, ezt már tegnap elmondta, hogy... Hát, hogy arra figyeljek, hogyha egy lazulnak előttem a csavarok, így nyilván humorizál, forduljak oldalra, mert úgy kisebb a légellenállás. Ennyi. De jó arc vagy. No. És a jobb kezednél miért nincsen ilyen vas? Azért, hogy tudj elintegetni, vagy hogy eltered a figyelmedet, és esetleg simogasd magad, ha olyan állapotban kerülsz. Ott miért nincs ezen az oldalon? Szerintem költséghatékony. Vagy itt legyen 50 centi, vagy ott ne legyen semmi. Gyerekek, vagy szimmetrikusak legyünk, vagy így legyen. Kis repülés, nem kell felszállni. Igen. De hogy a nézelődők, hogy menjen, hogy ennyi kaján vigyor, ami itt van, most komolyan mondom, a gép előtt legalább 200 darab ember áll, mindenki nagyon röhög, mindenki azt gondolja, hogy nézd, te jó, hogy nem én ülök itt. Egy dolog nyugtasson meg, ha a gép mégse tudna felszállni, és oda abba a facsoportba becsapódik, akkor neked nem veri ki az ága szemed, tudod? Mert van rajta csisak, úgyhogy ez szerintem egy jó. Jani, mit látsz a távcsövön keresztül? Te tényleg távcsővel nézel? Igen, most gyakorlatilag azt látom, hogy a bali bal halántéken elindult egy tejcsepp. Bishop. Persze, a nevem Bishop, és tejet izzadom. Ez egy droid, ez a... Elindult ez a pillanat, nem az na. AN2-es 9 hengere felpörgött, elindult a lapát. Gyerekek. Mi van? Komolyan mondom, aki ezt kitalálta. Elindult a lapát. A lapát, igen. Hogy hívja? A motor egyébként már be van melegítve, tehát ezzel már igazából probléma nem lehet, de mi más probléma lehetne egyébként egy olyan gépnél, ami annyira biztonságos, mint az AE2-es. Balázs nagyon-nagyon lazán ültünk, én ennél lazábban őt ülni még soha nem láttam. Föltette a kezét a háta mögé, a feje tetejére, egyelőre még jól érzi magát. Az AE2-es légcsavarja már föltörgött, kis melegítés, és ebben a pillanatban elindul a gép. Most megy ki valószínűleg a kifutópálya végére, és az uralkodó széljárással szemben fog majd felszállni. Na, srácok, hallottok? Hallunk nagyon jó mindent. Mondjad, milyen érzés? Egyelőre közelítünk egy szénabáv fogjához. Remélem, pilóta barátaim látják, hogy ezt ki kell kerülni. Már most nagyon nagy szél van. Tehát azt már elmondhatom, némileg a frizurám összeborzolódott, ez kicsit zavar. Akkor most álljunk le! Álljatok le, hívjátok a stylistot! Ezt így nem csinálom tovább. Hol a hairstylistom? Nagyon jó, komolyan mondom. Nagyon sokat látok egyébként. Most fogunk ráfordulni a felszállásra, és onnantól kezdve, hát ezt már nagyon megúszni nem lehet, azt gondolom. Nyugodtabb vagyok, amire számítottam, de hát tudjátok, mit mondott a ti öreg barátotok? Minden fejben dől el! Így van, gyerekek! Így is van, így ebben is a pillanatban van. Az AN2-es ráállt a kifutópályára, a felső szárnyon Sebestyén Balázs bekötve, és most egyeztetik a pilóták a felszállási engedélyt, ha ezt megkapják, akkor teljes gázzal előre elindul a gép, és előttünk néhány méterrel fogják fölkapni a gépet, amelyen Balázs, te üldögélsz. Ezt nem győzzük hangsúlyozni, ha elfelejtenéd, akkor még egyszer mondom, a szárnyon vagy 6 méter magasba! Jó, ne piszkáld azokat a rögzítéseket, már nem tudsz leszállni, innen nézek mindent. Bazi, fönn vagy! Igen, felemelkedek! Úristen, gyerekek, egy másodperc alatt! Mondjad, milyen érzés! Nagyon ott vagy! Iszonyú király! Nem hiszem el, gyerekek, ezt láthatok kell! Gyerekek, nem nagyon tudok beszélni, mert eléggé feszítenem kell magam, hogy tennék le a sisakot a fejemről. Hát az, hogy ez egy beteg dolog, ezt én tudtam, de hogy itt ülök egy szárnyon, ez olyan, mintha álmodnék. Egy rettenetesen durva jobbfordulóval próbálunk éppen valóban fordulni. Jobbra zöld, felettem kék, alattam barna.
Gyönyörűen hallunk, úgyhogy nyugodtan közvetítsd, hogy mi az érzés, mit látsz, mindent hallunk, minden szabadat. Gyerekek, a szél az... Igen? Akkor mondani akartál valamit? Ideges Balázs, itt vagyunk! Ez az, gyerekek! Ez a része konkrétan olyan, mint egy légitámadás. Az a baj, gyerekek, hogy nagyon-nagyon erős a szél, és nagyon kell tartani a fejemet fasizomból, hogy ne szapítsra. Tehát nem tudok nagyon beszélni, de remekül hallok benneteket. Most lefújik el a házukról, hogy tök jól néz ki a medencém. Már megérte a beruházás. Igen, a látvány egyébként innen lentről nagyon egyszerű. Tehát, hogy gyakorlatilag megy egy repülőgép, nem túlságosan magasan, nem túlságosan gyorsan, és valami van a szárnyon. De nyilván ezt a szárnyon átéli egy picit más érzés. Igen, jól mondod, János, nem sokkal. Tehát egy egészen picit más érzés, valamiféle autópiac fölött repülünk. Jani, vannak használ Dacia-k. Jaj, oké, dobja a kártyát. Jani, most repülünk el a tető felett, van akciós csirke mell a szomszédnak. Hazafelé mindenképpen beugrok. Figyelj, zseniális egyébként a látvány. Ugye csak gyakorlatilag egy ilyen 50 méter magasan van jelenleg a repülőgép. Jön le, leszállás következik. És jöttök lefele? Nem tudom, igazából úgy néz ki. Egész biztos, a repülőgép 3 méterrel a föld felett megközelíti a talajt, és nagyon szépen leteszi a pilóta. Szépe a letevés? A fékszert mozog alattam folyamatosan, kicsit elfelejtettem, hogy nem szabad ránézni. Lent vagy a földön, Balázs, lent vagy a földön. Hihetetlen. Nagyon-nagyon nagy élmény, nagyon-nagyon nagy élmény. A szél az nagyon-nagyon erős, tehát nagyon tartani kell, de olyan perspektívából látod a földet, ami egész egyszerűen hihetetlen. Várjál, hogy az a gép mögött gurul, az micsoda, a gyerekek megint berúgták a focilabdát, vagy leesett a feje? Szerintem a kerék. Igen, na úr, nagyon kellett tartani. Ők végig egyébként kajáról röhögtek benne. Két ilyen jól szórakozó ember, a hát két pilóta Erdő és Imre, végig fotózták az egészet, és nagyon jól szórakoztak. Imre néha így kiintegetett, miközben bal kézzel fogta a botkormányt. A szél volt a legerősebb, tehát amire az ember nem számít, hogy nincs félelem, meg semmi, a szél az, amivel egyszerűen nem lehet mit csinálni. Olyan, mint a tépni le a fejedről a sisakot, és megy hátra az egész tested, az nagyon durva, tehát az a legkeményebb. Balázs, messze vannak a mikrofontól a kedves nézőink, ezért nem hallhatod, mindenki azt kívánja, hogy még egy kört! Még egy esélyt inkább! No kérem szépen, begördült a gép, lent van! Megtörtént! Itt vagyunk, kérem szépen! A budaörsi repülőtéren itt a srác, aki megjárta az eget egy AN2-es szárnyán! Ez az! Ezt eddig Magyarországon egy ember csinálta meg, de ő neki ez a szakmája, a hivatása, kaszkadőrként! De itt van Magyarország első AN2-es repülőgép szárnyán utazó rádiós és televíziós műsorvezetője. Élsz, Bali? Hello! Ott vagytok! Hello. Szia! Hozhatjuk a platina implantátumot a nyakadba? Nem, inkább vedd ki a katétert, mert már nem kell. Szerintem már nem kell. Úgyhogy vedd ki nyugodtan. Jött végig velünk egy helikopter, ezt igen, nem is láttam igen, közben. Igen, és végig filmeztet, tehát gyakorlatilag test közelből lesz meg minden egyes felvétel a repülés teljes hosszáról. Gyerekek, ennél pettekebb dolgot még soha nem csináltam. Tehát, hogy ez most ez gondolkodhatunk a következőre. Tehát ez valami elképesztő. De jó volt, konkrétan olyan érzés, mintha repülnél. Tehát nem tudsz mivel kapaszkodni, nincs nagyon alattad semmi, nincs tájékozódási pont. Tehát ugye a repülőben, ha ülsz, akkor azért ott végig is kinézel, van ablak, bármi, ez olyan érzés tényleg, mintha repülnél. Tehát itt a semmi nem lenne, alattad is repülsz. Egyedül tényleg ez a has előre, ez szinte lehetett volna még repülni, de nem bírod tartani, annyira tép hátrafelé, hogy nem bírod tartani. Igen, nagyon mi szereltettük le azt a tarkótartót, mert hogy túlsúlyos volt a gép, tudod? Úgyhogy ennyi. Azért kértük. Jön lett volna egy jártábla? Le kellett a gyereknek. Nem, Janinak haspadnak otthonra. Figyelj, egyébként tökéletes, az a jó, hogy most rengeteg tapasztalattal vérteződtél fel, és a későbbiekben természetesen a következő második, harmadik, negyedik alkalommal már ezeket a tapasztalatokat fel tudjuk majd használni. Sokkal jobb széked lesz legközelebb. Megígérjük. Itt a srác, kikötötték a mi barátaink, akik vigyáztak rá végig. Nem biztos, hogy lehetok azért most jönni annyira. Most már leesett, csak 6 csak méter. Az milyen ciki lenne, leszállás után leesik és eltörik a lába. Igen, megcsúszta lábam, jaj! Akkora rohadékok vagytok komolyan, hogy ezt el tudom mondani. Jaj, gyerekek, izomlázom van már most! Tehát igaz? Igen, nagyon durva. Igen. Na, látod, hogy még vannak rajta dizmok? Király volt, tudod, milyen jó látvány volt lencsről? Jól nézett ki? Megőrültem. Jó volt. Amikor átrepültem egyszer, akkor nagyjából megpróbáltam kivenni, hogy hol vagytok, annyira kapaszkodtam, hogy nem nagyon láttam semmit. Ahogy emelkedett a gép. Azt nem is lehetett érezni egyébként. Fordulj meg. Megfordulok. Ide, jó, ott vagy, igen. Gyere le.
Jó, az is jó. Jó, arra, ügyesen. A, jó, az jöjjön a párhuzamosan. Jöjjön a puka, várjon segíti. Várj. Ne, úgy. Király! Yes! Azért nem mondom, nagyon hogy rossz lesz. Nagyon jó. És elhozta a földön, reméljük békével jött. Nem bántunk senkit. Tudod, mekkora élmény volt látni? Figyelj, szemből, ahogy elindult a gép a földről, elemelkedett, és ott ültél a szárnyon, én megőrültem. Nagyon jó volt. Volt az a dolog, ami kívülről jobban néz ki, mint ülni rajta, mert nincs érzeted tulajdonképpen. Tehát semmit nem tud. Láttam, hogy egyszer átrepültünk, de még azt sem tudom megmondani, hogy pontosan hány kört mentünk. Tehát, hogy ez így mind nincs meg. Hát szerintem ez látványnak is, meg belülről is hatalmas élmény volt. Tehát nézni is óriási volt, meg biztos, hogy belülről is hatalmas lehetett. Amikor kirakod a kezed, és így alákap a szél, akkor az olyan, mintha egy illetétne állt. De konkrét repülési élmény, tehát elképesztő. Milyen kár, hogy ezt nem kapcsoltuk be. Jó, de már nincs belőle. Fél órát már rögzített. Hihetetlen, hogy mit bírnak ki ezek a faszékek. Még ha faszék lett volna, de hogy ezt fölmondták, hogy ez egy kempingszék volt, amit akciósan vettek még tegnap. Azért így néha-néha az ember lenéz a rögzítésre. Tehát amikor érzed, hogy szakít hátra a szél, és nem tudsz előre görnyedni annyira erő 150-160-nál, akkor azért úgy tudod, egy-egy pillantás így ment a csavarokra, hogy azért még ott vannak-e. Tehát akkor ugye azért eszedbe jut, hogy gyors hanyattal ott még valami ott vicceset tudsz mondani. Igen. És aztán... Hát igen, mert akkor azért eszedbe jut, hogy éveken át hízlaltad az arcodat, és most ez mind visszaüt. De élőadásnál nincs szebb. Zseniális volt. Zseniális volt. Hogyha szerintem a hallgatók ma csak fele annyi élménnyel gazdagodtak így a rádiót hallgatva, vagy a streamet nézve, akkor már megérte mindenkinek. Mi szerintem óriási életre szóló élményekkel lettünk most gazdagabbak ezen a napon. Hogy érted? Férfi vagy hős? Kislány. Ez volt a műsor, amelyre az ország épült.